Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk 14 perccel. Hello Jani, hello Feri. Sziasztok, jó reggel. Jó reggel. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. A stúdió levegő, mi? A stúdió levegő. Jaj, de jó. Újra itthon, újra, újra. A tegnap nagyon népszerűvé vált, vagy még népszerűbbé váló Grupama arénával szemben, amit egyébként bizony még mindig megvan világítva. Én ezt kérdeztem, bejöttem, és ezt kérdeztem az Annától, hogy ez mindig így szokott kinézni. Ne, igen. Ugye változó fények, de nem. Változó fény, ráadásul piros-fehér-zöld fények, igen, változnak. Fények most változnak tematikus rajta. Fények vannak most rajta. Tematikus fények. Nem csak fehér-zöld, vagy zöld-fehér, hát attól függ, hogy ki milyen periódusában érkezik ide, de nyilván zöld-fehér. Hát most ugye egy fantasztikus esemény helyszíne, gyakorlatilag ez nem is olyan régi stadion, legendává vált. Bizonyám, hát beszélünk róla, és olyan az egész hétvége, és az egész 2-3 nap, mióta nem találkoztunk, mintha legalább egy hét telt volna el. Nem elég így érzitek? Volt. Hogy annyira sűrű volt, és annyira minden történt, és minden, annyi sok jó, és annyi sok rossz, és annyi minden. Sok szomorú, meg sok vidám dolog is. Hogy tényleg úgy tűnik most, jelen pillanatban, mintha hetek óta nem találkoztunk volna, vagy legalábbis a West Endi autónyertesünk, akit mi boldoggá tettünk, az egy hete történt volna, mert itt két nap alatt megint megfordult a világ, és megint egy másik világra ébredünk, és több szempontból egy másik világra ébredtünk. Szombat reggel is megint más világra ébredtünk. Ma reggel is egy teljesen más világra ébredtünk, és egy közel 40 éves dolog dőlt meg ezzel a magyar válogatottal. 30. Hát amikor még 86. Az a világbajnokság, én EB-ről beszélek. Ja, úgy igen, de ha meg világversenyről beszélünk, hogy általában akkor... Ja, bocsánat. Nem hibázom. Én EB-ről beszélek, az a 40 akárhány, 41-42 talán, amikor... Azt nem kell tudni, hiszen te beszélsz. Ki mondjuk 40 év környékén vagyunk. 86, hát az még nincs olyan messze. A EB az még durvább, mert az valamikor 40 évvel ezelőtt volt. Úgyhogy, hát... Igen, keretbe foglalták ezek az események számunkra hogy az egészet. Tehát hál' Istennek most azt kell mondjuk, hogy azért egy pozitívval, vagy egy pozitív felütése volt a hétvégének, de nekünk ugye péntek meg a hallgatók számára is egy fantasztikus nap volt. Az egész hét fantasztikus volt. Tehát a pénteki sorsolás az, hogy milyen családhoz, hogy hova került ez a gyönyörű szép autó. Meg most ugye a tegnapi, hát a köztes hírek azok sajnos nem. Azok nem voltak vidámak egyáltalán. Nem voltak vidámak, beszélünk majd róla, a témánk is lesz természetesen, hát hogy ne, muszáj, tehát ez egész egyszerűen kihagyhatatlan. Párizs, igen, én pénteken este már egészen korán aludtam, mert én voltam a gyerekekkel, és... Nem aludtak, de te igen. Ők nem aludtak, én nagyon jól, mert Viki elment egy rendezvényre, és mondtam, hogy természetesen akkor én bevállalom a két gyereket. És fura volt, mert én hajnali 4-kor felkeltem, és nem szoktam hétvégén. És nem kapcsoltam be a telefonomat, pedig mindig ott van nálam, csak ilyen baromi rossz érzésem volt, és nem tudtam, hogy miért. És de hülye vagyok, egész héten nem aludhattam. Aludhattam, vagy kell, nem kellett, végre szombat van, utaztunk, mi a fenér nem tudok aludni. És 4-től 6-ig fönn voltam, 6-kor fölkelt a kicsi, és 6 óra 10-kor nyomtam rá az indexre, hogy én mindig keltem, vagy kezdem a reggelt. Hát és ott már állt a bál. Tehát ott már az ember látta. Főcímeket hozták mindenhol. És hát nem szólt másról a napot, nem tudom, ti hogy töltöttétek. Péntek este mi lent voltunk Velencén, a szomszéddal elkezdtünk egy fröccsöt meginni, aminek hát lett nyilván folyamánya, és a béka jött oda hozzám, hogy te figyelj, nézd meg, mi történik. Mi ott békésen beszélgetünk mindenről. Akkor te már péntek este tudtad. Igen, uh-huh. És abban a pillanatban, ugye éjszaka volt ez már, abban a pillanatban semmi más nem lett fontos, csak hogy még több információt próbáljunk szerezni. Ott ültünk, és vártuk az újabb híreket, akkor jött, hogy ez csak egy, aztán jött a többi, jöttek a robbantások, jött ugye a klub elkövetett 89 halálos áldozatról szóló hírfolyam, szóval egyszerűen szörnyű volt, és így álltál, és a döbbenet, hogy megint miért, megint hova vezet ez a történet, és hogy megint hogy történik, hogy senki nem tud semmit tenni. Senki nem tud semmit, igen. És semmilyen úgymond előzménye nincsen. Aztán kiderülnek azért a hírekből, hogy voltak csak hát baromi nagy hibákat követett el a leginkább a francia titkosszolgálat, de hát itt sokan. És hát a szombat nem telt mással, mint hogy olvastad, telefonáltál, 5 percenként nézted a híreket, mi legalábbis szombaton nem nagyon csináltunk semmit, én este igen, de egyébként nem csináltál más, mint hogy nézted az internetet, nem? A tévét, az M1-et, és folyamatosan tényleg, mint tudom, 2001. szeptember 11-én, vagy a tunéziai nagy mészárlásnál, ami történt ugye pár hónappal ezelőtt, vagy most a Párizsinál, amikor hát egyszer nem tudsz mit csinálni, csak olvasod a híreket, és szörnyűködsz, hogy Atya Isten. Ez megint egy másik világ.
Ez megint egy másik világ, és amiben a gyerekeink belendőnek, és szerintem ez a legfontosabb. Hát mert nekünk másik világ. Nekünk másik világ, de hogy én már nem magunkat sajnálom. Én tényleg nem. Én nekem mindig az jutott eszembe, hogy te jó Isten, majd ez a két gyerek szépen szélnek. Szélnek leszerezve a nagyvilágba, és valahol lehet, hogy Európában nőnek föl, és nagyon remélem, hogy nem itt. Akkor ezeknek már ők lesznek majd a... Jól mondod, családosként, a leginkább részeseim. Szülőként. Hát, nagyon, én már én sem magamat, nem magamat. Ezt nagyon nehéz feldolgozni, hogy mi vár rájuk, hogy az ember hirtelen megint egy magára vett egy ilyen macska kövekkel teli hátizsákot ezzel. Tehát, hogy olyan szintű felelősség, olyan szintű félelem csomagot kaptunk ezzel megint. Hogy és az tudod, gyerekek alapesetben még nekünk is van ebben, mondjuk hát az becslések szerint az egy 30-as. Van, de az ember annál, tehát én tényleg nem. Én nem magamat. Tehát, hogy de arra gondolok, hogy itt a következő 30-50 évben fog ez igazán eldurulni, és a 30-50 évben fog, nyilván a következő 5 évben is. De hát ők lesznek azok, akik aztán egy ilyen világban élnek bele. Ez szörnyen értelmetlen, és szörnyű. És hát amikor ilyen testközelben látod, érzed át, és gondolsz abba bele, hogy te is, az anyád is, a barátod is, a barátod is, bárki ott lehetne, akkor az még megrázó. Ahogy egyébként voltak is ott, ugye, hogy magyarok ketten. Voltak, nagyon sok helyre nyilatkoztak. Igen, hát, mi is próbáltuk őket megszólaltatni, de meggondolták már magukat, és nem azt mondták, hogy nem szeretnének nyilatkozni. Nekem az életemben kevés ilyen nagy álom van, ami nem valósult meg. Az egyik az egy YouTube koncert. Nem voltam még soha. És képzeljétek el, hogy tegnap derült ki, hogy a Béka a szombati YouTube koncertre akart jegyet venni Párizsba. Le is mondta. Meglepetés. Ez lett volna meglepetés. Körültök, nem tudod, hova is mentek? Igen, nem tudod, hogy hova, mert én neki ezerszer elmondtam, hogy én még egy YouTube koncertre vágyom, már majdnem mindent láttam, amit akartam koncertbe, ezt még nem. És most derült ki, hogy ő akart venni két jegyet, csak aztán nem jött úgy össze a dolog, és akkor lehet, hogy még ott lettünk volna. Vagy már ott lettünk volna pénteken, képzelve. Ők is lemondták, vagy ti már pénteken, akkor ott vagytok. Hát akkor valószínűleg már péntek, hát azért Párizsban nem egy napra mész ki, nyilván akkor lelépünk, nem tudom, pénteken délután, és már ott vagyunk. Szóval, és így szörnyű. Szörnyű, képzeld el. Igen. Hát és most már sehova nem tudsz elindulni a világban. Tehát gyakorlatilag bárhol megtörténhet, bármikor. Nem, most már csak a matematikai esély, hogy vagy ott, vagy nem. Mert olyan szinten közel van ez a dolog, és azt hiszem talán azért attól nem kell félni, Magyarország célpontá válik, bár sose lehet ezeknél az állatoknál tudni, hogy hol, de vannak számukra fontosabb országok, akik ilyen jobban akarnak állni. Nyilván náluk egyfajta marketingnek is betudható terrorcselekmények, tehát hogy ott fognak robbantani, amire leginkább odafigyel. Hát hogy nem, meg a nagy muszlim közösség, meg a franciák. Hát a franciákra dühösek is, tehát ők, tehát franciák, olaszok, ugye, angolok, hát most ők a leginkább célpontok. De hát az ember megy, nyárja a világot, utazik, jön, megy, és hát nem csak magáról van szó, hanem bármelyik ismerőséről, aki ott lehet. És ilyen gyáván, ilyen méltatlanul, szóval tehát erre nincsenek is szavak, ezek az emberek, akik elvileg harcosnak mondják magukat, szóval, hogy ennél gyávább és martalanabb is. Igen, hogyne, abszolút persze, nem is lehet rájuk mit mondani. Na most ez további bombázásokat szül, a további bombázások azok még nagyobb terrorcselekményeket szülnek majd. Tehát, hogy az a legnagyobb baj ezzel, hogy azért mondom, hogy ez csak a kezdet, mert nem, hogy nem látod a végét, hanem azt látod, hogy ez erőszakot szül mindkét oldalon, ez felháborodást, ez érzelmeket vált ki, ez az ott élő egyébként nagyon békés, nem terrorista muszlim közösségre is hatással lesz majd, őket is bántani fogják. Elégtételt vesznek felháborodott franciák, az a muszlim közösség, aki senkinek nem ártott, azok majd szintén berágnak, szóval, hogy nem látod a végét, csak azt látod, hogy egyre durvább a helyzet, és itt van test közelben, hol egy repülőt lőnek le, 200 halott, de valahogy mégsem kavar föl ennyire, mint amikor bemennek egy gépfegyverrel egy koncertre, és lelőnek mindenkit, hát mert ott látod a képeket, látod, hogy menekülnek, hangokat hallasz. A repülő szerencsétlenségnél két hete több ember halt meg szintén terrorcselekménybe, és mégis valahogy ez jobban felkavar. Igen. A Facebook népe ezen háborgott. Egyébként biztos olvastátok azért ti is, hogy ugye, hogy az orosz gép lelövésénél ott miért nem lett mindenki az orosz nemzeti színekbe átcserélt. Ebbe is van valami. Képű, ebbe is van, így van, ebben is van természetesen valami, de hogy a tragédia érintettsége az ebben az esetben tényleg nagyobb, tehát hogy kézzel foghatóbb, hogy láttad a holtesteket. Igen, valószínűleg azért szerintem, mert itt nevesíteni is tudod, a terroristáknak arca van, neve van, tudod, meg tudod személyisíteni azokat az embereket, akik elkövették a bűncselekményt, mert ez az volt, a terrorcselekményt. Akkor meg, amikor valaki valahonnan elindít egy rakétát, akkor ugye ott az egy ilyen megfoghatatlan dolog, de itt tudod, hogy kik követték el. Ott látták az emberek, amikor előveszik a gépfegyvereket, amikor kilövik a tárat, aztán beraknak egy újat, csőre húzzák, és megint lőnek. Tehát nyilván ez ezért. Igen.
Na, úgyhogy ez ma témánk lesz, természetesen beszélünk majd biztonságpolitikai szakértővel, elemezzük a dolgokat, kérdéseket teszünk föl, picit próbálunk a jövőbe pillantani, és mindenképpen foglalkozunk az üggyel. Hogyne, persze, hát ez már elkerülhetetlen. Más témánk is lesz majd könnyedebb, talán egy kicsit visszaesett téma, csak hát nehéz, nem tudom rátok, nyilván mindenkire hatással van, nem tudsz elmenni mellett, és az ember ugye bejön, hogy vidám műsort kell csinálni, meg szombat este is voltam egy rendezvényen, ami egyébként jó volt, és nagyon sokan voltak, és nem volt olyan ember, akivel ne tudtam volna erről beszélni. Most itt van mondjuk 8000 ember, mi van, ha itt egy hasonló történik. Kimentünk erre az egyébként nagyon, tudjátok, hát nagy retro zene kedvelő vagyok, tehát elmentünk a Total Dance. Ott voltunk a Total Dance Fesztiválon. Figyelj, a legjobban. Nem voltam igazán abban a hangulatban. Álltam, néztem, jó volt, meg sokan voltak, meg sok emberrel találkoztam, de valahogy kicsit mindenkin ez úgy rajta volt. Itt el egyet, kocintottál egyet, végignéztél a tömegen, egy VIP részben voltunk, nem is ez a lényeg, hogy VIP részben, hanem hogy ráláttál kicsit a tömeget, és azt láttad, hogy ott van tényleg 8000 ember. És így végignéztél a tömegen, és mindenki harmadik mondata vagy gondolata az volt, hogy na most ez egy hasonló helyzet. Hogy itt ebben a helyzetben mit csinálnál, hova mennél, mi lenne, és nem tudtál ettől elvonatkoztatni. Maga a rendezvényként baromi jó volt, tehát a Seabock-loktól kezdve a Fun Factory-ig, a Hedövén keresztül. Igen, az én bakancs is nem ott van, figyelj, egy Total Dance Fesztivál. Nem, hogy mindent egyszer ki kell próbálni alapon, én egyszer elmegyek. Csak mondom, egyébként a legjobb bulit a TNT. A legjobb bulit a TNT-t csinálta, tehát akkor lenyomtak négy zenét, de akkora bulit csináltak, hogy ez elképesztő volt. A Hedövé is oda tette magát, csak a szörnyű az, amikor már akkor a sztár vagy, hogy háromszor kell. Kétszer kell nyomnod ugyanazt a számot, mert nincs több világsikere. Szóval kezdett egy világszáll, két dal, és a végén még ugyanaz, amit az elején. Jó volt, de el is izzott, jöttem. Izzott Inti ujjai a takonga bőr. Intinek saját dalbetéte volt. Azért mesélek hát, erről kicsit, hogy nyilván oldjuk ezt a reggeli beszélgetést. Intinek saját dalbetéte volt. Énekelt. Volt egy rész, amikor énekelt. Úgyhogy mindjárt csak azt mondom, hogy ezen a rendezvényen is ez jött szóba, hogy láttad, hogy kirtelen felgyulladnak a fények, és te mint egy 8000 ember, bukint a Hung Expo-n. Megszervezve, elég nagy biztosítással, szerintem túl is biztosították nyilván. És hát ugyanez. Tehát tényleg eszedbe jut, hogy mi a fenem. Na, viszont a másik vidámabb, hogy ugye mennyi spokol a hétvégén, mert hogy minden volt. A gyerekek, csak addig cinkeltük őket, de csak addig csipkeztük őket, csak addig inspiráltuk őket, ami mondhatni inspiratív. Dühítettük őket, és a mi inspiratív nevelő szándékunkkal, hogy a magyar labdarúgó válogatott kint van az Európa-bajnokságon, és ott lesz 2016-ra. És ami jár, az jár. Szóval, hogy én nem alanyi tudom. Alanyi jogon, saját erőből, nem úgy, hogy más csapatok segítettek nekünk. Hogy miért nem tudnak mindig így játszani? Hogy ez valami ez elképesztő volt, hogy transzban voltak, jó volt nézni őket, nem frusztrációt éreztél, nem dühös voltál, nem azt mondtad, hogy a rohadt életben, hogy miért nem focisztok rendesen, hanem azt mondtad, hogy úristen, ezek nem azok a srácok, akiket eddig láttál. Végignéztem az egész meccset. Első fél idő, másik fél idő. Szórakoztató, izgalmas meccs volt. Nyilván tudtuk a tétjét a dolognak, tehát azért úgy más meccset nézni, hogy már csak ezen az egyen múlik. De hogy élvezetes volt. Figyelj, ezek focisztak. Még a laikus számára is, mert hogy azért nem vagyunk profik ebben a témában, de még a laikus számára is azért én azt mondom, hogy minden pillanata. A lelkük, a vetődéseik, a Király Gabi, a dzsudzsák, hogy meg akart halni a pályán. Szóval mindenki csinált mindent, tehát hogy egyszerűen fantasztikus. Én csak egy személyes megjegyzés a dologgal kapcsolatban, én végre ugyanazt a dzsudzsákot láttam a pályán, akit annak idején a PSV-ben megszerettem, aki napról napra, hétről hétre, meccsről meccsre gyakorlatilag mindig a hátán vitte a csapatát. Elképesztő. Csúszott, mászott, kúszott, ha kell. Annyira akart egy gólt lőni, és hát fantasztikus volt. Egy Berdi Féderert hagytam ki ezért. De tehát, nem hogy lehet. Ez az én vezeklésem. Valójában mennyire fontos neked a magyar válogatott. Tehát egy ATP világbajnokság, London O2 Arena, Berdi Féderer második meccs azon a napon a Djokovic Nishikori után, és a magyar válogatott meccsét néztem. És néha-néha az applikációban ránéztem, hogy mennyi az állás, de nem az élő streamre, csak az applikációra, mert ott ültem, és végig drukkoltam a magyar válogatottat. Hát őt most sokan kihagyták szerintem. Ők most sokan kihagyták. Én felvettem, hogy megnézem, de hát most mindenki szerintem a magyar válogatottat nézte. Hát nagyon-nagyon-nagyon gratulálunk nekik. Tényleg. És ha az kellett, hogy egy kicsit mi is talán felbosszantjuk őket, és az MLS-hez is eljusson, mert állítólag eljutott, és tudják, hogy megcsipkedtük őket. Mert kiderült, hogy egyébként nagyon sokan közülük is bennünket hallgatnak, és hallotta a magyar válogatott nagy része, hogy megcsipkedtük őket, akkor ez jót tett.
ez jót tett, mert fantasztikus játszottak. Így van. Hogyha ez kell ahhoz, hogy így játszanak akkor majd az EB-n is, akkor ezt fogják kapni hétről hétre. Ne, igen, ettől mi nem riadunk vissza, az EB előtt is kicsit megcsipkedjük őket. Éhesek voltak, dühösek voltak, nyerni akartak. És basszus, nem csak az, mert közben nem csetlettek, botlottak. Nem. Szép igen, passzok, jó passzok, építkező játék, gól, helyzet, szóval minden volt. Nem? Hát az mindenki. Első gól is olyan volt, amire azt mondtad, hogy Jézusom, hát ez a legnagyobbaké volt, nem? Óriás volt, igen, Priskin. Zseniális volt. Zseniális volt. Király Gábor, hát. Hát a Gabi. Egyszerűen hát a világklasszis volt, tehát hogy megint, tehát hogy neki is volt egy olyan időszaka, amikor egyszerűen csak azt nem védte ki, aminek háttal állt. Most megint ezt a Király Gábort láttuk. Elképesztő volt, igen. Lehet, igen. Hogy úgy futottak ki, hogy ez Balázs előbőréért. Lehet, hogy az volt, hogy egy ilyen összefogás mindig, és akkor kezeket összerakni. Három, kettő, és akkor azt mondta, Mocskos Morning Show! Így van, győzzünk! Jobban gondolok én arra, hogy az a 800 millió vagy 1 milliárd is azért az átfutatva. Ugye 22-en, nem tudom hány, meg 30 játékos, mi pótkapus, pótcsere, edző, mindenki, az még 30 játékos, hát azért az mennyi, gyerekek? Azért az egy 30-40 millió fejenként, nem? Ha egy milliárdot nézünk. Bízunk benne, hogy ez most legkevésbé a pénzről szól. De nem, ezt most meg is érdemlik. Bárcsak tényleg mindig így játszottak volna, szerintem több ember nézni a magyar focit, és nem lenne mindenki ennyire dühös és frusztrált. Hát az egyértelmű, a Teltház mutatta, hogy nagyon-nagyon kíváncsiak rájuk az emberek, hogy nagyon tudják szeretni őket. Le a kalappal minden egyes szurkol előtt, aki kín volt, és végigszurkolt ezt a 90 percet. Tehát, hogy szóval, hogy most ennek mi baromira örülünk, hát de körülbelül mindig így kellene játszani. Így van. Nem? Szóval, hogy ezt kéne, de nagyjából ezt akarod látni, a hazád válogatottja, hogy így játszanak, most mindenki elájul, hogy 40 év végre mutattak valami játékot, ez lenne a feladatuk, de ennek ellenére ez tök jó, és nagyon szép és gyönyörű, nagyjából minden meccset így kellett volna végigjátszani. És akkor nincs csipkedés mondjuk a részünkről se. Hogyne? Az elmúlt 5 évben ezt látod, hogy mindenki hajt, mint az állat, akkor nyilván nem, de most reméljük, hogy most már akkor így fognak a továbbiakban is focizni. Gyönyörű eredmény, gyönyörű, hatalmas, nagy, vastag, masszív, középső új azoknak a norvég újságíróknak, akik a térdüket csapkodták, amikor kiderült, hogy minket húztak ki. Igen. Böde, kis birkózás a végén. Mindegy, adjatok egy sárgát, minden jó, úgyse érvényes állás elejtező, az meg már élesben, hogy nem tudok kipontozódni, és kicsit helyre rakta. A helyre rakni valót. Na, hát szóval igen, érdekes hétvége volt hangulatilag is, igen. A két véglet, nem? Minden, amit megélhet az ember. Lehetett volna egy kicsit kevésbé tartalmas is. Igen. Én a foci meccsnek örültem volna csak. Tehát, hogy az így elég lett volna, nem? A tegnapi este. Pénteki sorsolás, meg tegnap a foci meccs. Meg közben ugye totál. Egy jó kis totál dance. Egy irgalmatlan TNT. Igen, egy héttel később van, még igazán jól is érzem magam, de így nem volt. Így nem volt az igazi, de maga a rendezvény az a szenzációs volt. Hát 90-es évek dalait újra ott a nagy előadóktól végighallgatni, tehát hogy... Hogy kerülsz? De ugyanabban a cuccodban is mentél el, amit a 90-es években volt. Nem, úgy indultunk, hogy oda megyünk. Tehát, hogy egy ilyen egészen gyors és spontán szerveződés volt. Nem nagyon voltunk rá felkészülve, hogy mi ott kötünk ki. És akkor egy ilyen meghívásos alapon egyszer csak már úgy egy fél óra autót után egyszer csak ott voltunk. Tehát teljesen váratlanul ért minket ez a dolog. Intinek saját betétje lesz. Üdvözlettel, Ákos. Ott a helyük! Intinek be lesz kapcsolva a mikrofonja, egy gyerekek, hívjatok taxit. Ennyi, mennünk kell. Na jól van. Drága hallgatók, hát nyilván ti is hasonló lelki állapotban vagytok, mint mindenki. Ember nincs, akit szerintem most a futball ne érintene meg, hogy egy fejbólintással ne nyugtázná, hogy basszus, azért ez szép volt, és hajrá. Meg hát a pénteki események is, úgyhogy ebben az érdekes és fura hangulatban kezdjük el mi is a hétfő reggelt. Fél hét múlt 2 perccel. Igen, Ákos elmondja a legfrissebb híreket, hogy mi a helyzet a nagyvilágban, lehet jelentkezni játékra, újra telefonon keresztül játszunk. Ez nem volt. Na, csak még a turnéról egy mondatot, vagy majd utána még beszélünk sokat, utána ne húzzuk az időt. Ákos jön a hírekkel, aztán jövünk a játékkal mi is. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hajdúböszörmény, Dorogi utca, a lámpánál baleset, a forgalmat elterelik. Robi küldte nekünk, Böde Dani for President Szala üzente. Trafia 67-esen Bőszén fán, a Szigetfára felől érkező autókat mérik. Maszek küldte nekünk, köszönjük szépen. Valamint a 85-ös úton van valami baleset, az autósor egyre nagyobb és lépésbe lehet haladni. Ezt Gremci küldte nekünk. És valaki elküldte, és tökéletesen igazam, mert én is láttam az egész meccset, és a Hajdubé legnagyobb dumája volt
a Király Gabi dumája a végén, ez Magyarország itt vasárnap, a király nem nyit kap. Így van. Gyerekek, az ajdubé, szenzációs volt. Szenzációs, az második fél, nyomtam, amikor még védett egy negyed a királya, hogy ez Magyarország itt vasárnap, a király nem nyit kapott. Az nagyon nagy duma volt. Na, játszunk, jó? Itt van a játékosunk, a hét első játékosa, akivel már is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Na, gyerekes, kapjuk össze. Mi még a kitelepülés szellemében élünk. Jó, én csak az aprót kerestem, mert hát ennek kell itt lennie, ha valaki nem jön be időbe. A megszólalásban, mint például most én, annak be kell dobni a 200 forintot, mert nagyon közel van karácsony, jó? Hízzon a malac. Hízzon a malac, dobál. 200? Ja. Dobjad a 200-at. Jó. Kivenni nem veszünk itt. Régen volt, egy hete nem dobáltunk. Ja, ja. Elfelejtetted az összeget, igen. Na, azt mondja, hogy itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt. Hello, sziasztok. Gabesz vagyok. Szia, Gabesz. Hello, honnan hívtál minket? Környéről. És kivel szeretné játszani, Gabesz? Janival. Nagyon helyes. Tisztelsz, köszönöm szépen. Nagyon helyes. Indítjuk az órát, jó? És már is egymásnak feszülhettek. Azt mondja, hogy 3-2-1, tessék. Gabesz! Azt mondja, hogy Komárom-Esztergom megyében van környé, jól emlékszem? Egészen pontosan jól emlékszem. Tatabánya mellett, ugye? Tata mellett? Az öreg tóváros. Ja, az öreg tó, imádom Tatát. Te is szereted? Imádom, és képzeld el, hogy most 6000 lúd is itt van már, tavaly 18000 volt. Tényleg el akartunk menni megnézni őket, lefotózni, még mindig ott vannak? Mind a 6000? Mind ott van, képzeld el. Megszámoltad őket? Hát számolás az annyira távol áll tőlem, de tudom, hogy így történt. Tavaly inkább a humántantárgyakban vagy erős? A logisztikában. Logisztikában. Ezzel foglalkozol, ez a munkád? Hát éjjel-nappal ezt csinálom. Logisztikát? De térjünk már vissza egy pillanatra ezekre az adatokhoz. Képzeld el, hogy tavaly láttam egy olyat, hogy egyik felrepült egy fára. Azt és sokan azt mondják, hogy ilyen soha nem történt. Soha nem történt. Itt mondtad ki az utolsó 3 másodpercben. Hát akkor ezt Gabesz! Hát pedig minden idők, ha nem minden idők, azért az kicsit túlzás, de biztos, hogy a hónap egyik legjobb játékosa vagy. Nagyon jó voltál, figyelj! Húztátok egymás gyűjtőt, és soha nem. Nem, még 3 másodperc volt. Körülbelül, amikor már erősödik a taps, erősödik, és ott a vége, de még nem volt vége. Pedig tényleg nagyon jól játszottál. Én mindent megpróbáltam. Gabesz, hát ez magadat kerverted bajba, mert olyan szépen mentél végig, hogy simán megérdemelted volna. Ez járna. Hát, ez most járna. Jani is nagyon jó volt, mind a ketten nagyon jó játszottál. Megpróbáltam, így jártam. Gyönyörűen játszottál tényleg. Nagyon szépen köszönöm, hát nagyon szép hetet kívánok nektek. Hát, sajnáljuk, de viszont. Köszi, tényleg megérdemelted volna, sajnáljuk. Ciao, hello. Ciao. Hello. Szép volt, Jani. Ennyi. Csak meghúzgáltad, csak sarokba szorítottad, király. Soroztuk egymást, védekeztünk, visszatámadtunk. Mit a kete jól játszottunk. Olyan voltam, mint régen. Igen. Meddig tart ez a vadlúd sokadalom, mert előre én is hallottam. Sokáig. El kell menni, meg kell nézni. Meg akarom nézni, hallottam, hogy ez van, meg, hogy hogy történik, mint történik, ez csak megérkeznek tényleg az öreg tóra, de hogy ez aztán ott csak ott üldögélnek sokáig. Igen, ott üldögélnek, melegszenek egy kicsit, aztán tovább. Tapsolok egyet, és akkor felrepül a vadlúd sokadalom? Nem, azt szerintem ezt sokan eljátszották már, mint fáradt a legyintenek a szárjuk, jó van ez. Akkor közéjük rohanok. Olaj kisrác, tipli, jó? Akkor beszaladok, úgyis leengedik mindig az öreg tavat, úgyhogy akkor le beszaladok. Az lehet? Lenne. Leraknál egy kis, hogy hívják, az érted, egy ilyen kis motorcsónak. Nézd be! És ébrezgetném őket, igen. Na jó van. Hát sajnálom, mert jó játékos volt. 5 perc, pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, pontosan 9 perc. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Hello! Jani, hello Feri! Jó reggelt!
Hello, drága hallgatók, itt vagyunk. Már újra a Budapesten, bár itt voltunk pénteken is, úgy mondom, hogy újra, ami kis, hát megszokott, és meg nem itt. Azt mondom, hogy nagyon, hát hogy is mondjam, szóval, hogy nagyon hiányzott már maga a helyszín, de a kis Meghit stúdióban. Igen, belakott. Belakott Meghit stúdióban szemben a stadionnal. Beletörődött. Ahol tegnap ugye nagy dolgok történtek, lelakott. Igen, lelakott, lepukkant. Igen, be is lelakott. Igen. Pénzverdénkben, igen, ami belülről, hát szépen megcsálták, meg a stúdiónk is gyönyörű, de hát kívülről írdatlan állapotok uralkodnak. Meg hát össze is lehet hasonlítani azért mondjuk egy élő kitelepülésnek a hát hangulatával, nem, azt, amit mondjuk én a négy fal közül, a rácsok mögül, az ablakok mögül tolunk szembe a festői üllőjüti felüljáróval, azért számomra még azért be lett volna egy kör. Tehát ugye azért igen. Éreztem volna, hogyha most is valahol valamelyik vidéki nagyvárosunkban, más vagy kisebb számára városunkban. Is itt a kérdés az SMS falon. Vitara? Neki nem esett le, hogy lelkes, ez elindul. Igen, nagyon jó kis turné volt. Nem tudom, hogy miért egyébként, mert sok turnén voltunk, de ez most valahogy az utóbbi évek talán egyik legjobb turnéja volt. Tehát, hogy rengetegen voltak, szerettek minket, örültek nekünk, és azért ezt mindig átérezzük tényleg bárhova megyünk, de valahogy olyan rezgés volt egész múlt héten, hogy ez a turné szerencsés csillagzat alatt született. Nagyon, amilyen nagyon. Időnk volt, amilyen szikrázó napsütéssel zártuk a turnét pénteken. November második hetén már azért nem ilyen idő szokott lenni. Nem, hát vagyok be 19-re lapot kértünk hát, ezzel, és bejött. Ez nagyon meleg volt. Ez szörnyen is elsülhetett volna. Legyünk közidők, utólag mondjuk ki, hogy mi azért nagyon féltünk. Nagyon féltük, mert... Minuszok, de erre számítottunk, ehhez képest tényleg 20 fokon igen. voltak napközben. És akkor is van egy 100-200 fős bázis, aki ott állt volna esőkabában, szakadó igen. esőben, ezt már ti sokszor bebizonyítottátok, hogy a lojalitásból nincs hiány, mert tényleg csak ha nem is tudom, szökőár lett volna, akkor lehet benneteket elüldözni a stúdió elől. De akkor is ott lettek volna mentő mellé, egy gumicsónakok. De mégis az ember hangulatára rányomta volna a bélyegét, hogy rossz idő van, esik az eső, szakadó eső, hideg. Na most ehhez képest brutális a jó idő. Nagy ajándékok, és rengeteg hallgató, de tényleg, tehát a pécsi helyszínen is nagyon sokan voltak, Budapesten megtöltöttük a nyugati teret, amire évek óta nem volt példa, úgyhogy jó kis turné volt, tényleg, szerettük mi is, jó helyre ment az autó, az sem mindegy azért. Hát bizonyám a pécsi hallgatónkot. Két gyerek, hogy igen. A miénket, amit megkaptuk, szerinted úgy visszaadhatom, hogy nem tudom, hogy hol a forgalmi? Hát, az kell egy kocsihoz? Nem hiszem. Figyelj, meg lehet, az, ha törzskönyve megvan a kocsinak, hogy törzskönyve, mi az, hogy törzskönyve, megcsináltatják azért, ha már nem megy, akkor a történet. De miért akarjátok visszaadni? Miért nem sorsoljuk ki azokat is? Nagyon jó ötlet, nem? János! Nálam is van egy autó, azt is ki tudjuk sorsolni. Nálam most egy 1-6-os automata van még, úgyhogy fullosan felszerelve, nagy navi van mindennel, úgyhogy mehet. Bedobjuk. Én is odaadom a kis eszekrosszomat. Mit szól azt mondanak? A 10 óráig, aki elküldi, hogy vitte, még egy autót kisorsolunk. Itt a sluszkult, ma bejön, átveszi, megírjuk az adásvételt, aztán gyorsan mehet. Tényleg, ha már az elkalódott forgalomról van szó, ugye azt mondja, hogy az esztergomi kitelepülésünkön volt egy kedves hallgatónk, aki ott hagyta a kis személyigazolványos kis tasakját, vagy mit tudom én miért, ilyen kis tartóját, tele mindenféle személyes irattal. Azt aztán ott én leadtam a rendőröknek, hogyha ő megtalálta, megkapta, visszajutott hozzá, ezt jelezze már egy SMS-ben, csak hogy tudjunk róla. Hát biztos, hogy visszakerült hozzá, mert neki azért valljuk be őszintén elég rosszul kezdődött volna a hete, hogyha most még a rossz hírek mellé még az is, hogy el kell kezdenie megint TB-kártyát, mit tudom én, mit, adószámot, stb. Személyigazolvány, minden ilyen dolgokat. Nem is tudom, emberek miért tartják együtt egyébként. Tehát ugye mi az oka, hogy egy helyre teszel mindent, olyan dolgokat, amik nem kellenek napinnak. Tehát egy TB-kártyánál elég hasznán be van írva, az adókártyánál az adójelet be van írva a telefonodba, bőven elég, nem kell mindig a kártya. Jó, de telefonban meg nem írunk be semmit. Azt veszíted el, akkor... Hát teszel egy jelkódot, és akkor igen, meg hát most egy másik adójellel azért olyan nagyon sok mindent azért, ahhoz több adat kell. Viki is ilyen féltégla méretű tárcával jár, és tudod minden benne, de a Benny tajszáma, a Noel tajkártya, minden, mondom, ezt egyszer elhagyod, négy évig jársz utána. Tudod, de minden, hatalmas hát, pincértársz, és minden benne van. Ezek nem kellenek, van egy bankkártyád, jogsített, mint tudom én, személyi, oké, lakcímkártya, az se kell, de lehet, igazoltatnak, ha szeretik azért, de is kész, nem? Ennyi meg vagy, az összes többi, az csak időlegesen, ne, alkalomszerűen. Feri még forgalmit sem hord magát. Nem, bizony, de nem is tudom, hol van, bocs. meg lesz az majd valahol. Na, nézzük a közlekedés híreket, mit írnak a mi hallgatói, mi a helyzet az utakon, kivel mi történik, kinek hogy indul ez a reggel, mert ez egy más reggel. Még egy tapsod, gyerekek. Ez az, megérdemel a magyar válogatott, mi sokat szívtuk a vérüket.
És még fogjuk is. És még fogjuk is, így van, mi erről nem teszünk le, és kicsit azt gondoljuk, hogy talán lehet, hogy ez is segített, és a fiúk felúzták magukat, és azt mondták, hogy na menjünk most mi a fenébe, és majd bebizonyítják. Tudjuk, hogy nagyon sokan a magyar válogatottban hallgatnak bennünket, és kedvelnek bennünket. Még azt is tudjuk, hogy vannak, akik nem is sértődtek meg nagyon, hanem röhögtek azon a kis hadtörténeti múzeumos jeleneten, amit mi előadtunk. De talán ez is egy picit kellett hozzá, hogy bizonyítani akartak, szenzációsan játszottak, és amikor kell, akkor mi ugyanúgy tudunk dicsérni is. Abszolút megérdemelt győzelem, és egy ország lehet most rájuk büszke. Bárcsak ezt láttuk volna az elmúlt 30 évben, de nem is mondok sokat az elmúlt 5 évben, és nem sokszor egyáltalán nem motivált, lusta, rosszul játszó, szellemtelenül, lélektelenül játszó magyar válogatottat, de ami tegnap volt, az egy csoda volt. Az a grupa most csoda volt, ahogy a Berni csoda volt, az ugye még nem ránk nézett. Sajnos nem nekünk volt jó, de ez most a grupa a csoda, hogy kikaptunk. Igen, hát ott az volt a csoda, hogy sajnos kikaptunk, igen. Trafi a 4-esen Kisvárdánál, a 316-os kilométernél rendőrautóból mérnek. Ajka Kisvárda között trafi a 4-esen, ez egészen biztos, hogy ugyanaz lehet. 10-es út Pest felé szokásos dugó, Solymári elágazásnál a sor vége Kira küldte nekünk. Aztán baleset van a 85-ösön, Kisterre az árokba, Pereszteg előtt, mindenki vigyázzon. Dori utcán a lámpánál baleset, a forgalmat elterelik, Robi küldte nekünk, ez Hajdúbőszörményben van. Aztán Bőszépfán a 67-esen a Szigetvár felől érkező autókat mérik. Az M1-esen a komáromi szokásos hídról mérik a Győr felé menőket, szép volt fiúk, Kóbi küldte nekünk. Valamint Csajó Szentpéterén a temetőnél drága fotók készülnek, úgyhogy ott is vigyázzon mindenki. Na, aztán van, aki nem örül annyira a futballválogatott győzelmének, nevetséges a magyar focijónokat vertük meg végre, akik maguknak is rúgnak egy gólt, ez a legalja, ezt ünnepelni kell, Sanyi kicsi szigorú vagy, szerintem ezt most lehet. Ezt most lehet, egy komplett generáció nőtt föl úgy, hogy nem láttuk a hazánk fiait világversenyen részt venni, ez most egy nagy dolog. És a bőven sokkal esélyesebb norvég válogatott. Tényleg nem megyünk meg kell őket dicsérni azért. Tehát, nem megyünk a szomszédba egy kis savazásra, de most megilleti őket. Így van. Savazni is tudunk, de ha kell, akkor abszolút dicsérünk, és meg is érdemlik. Tehát ez most jó helyre megy. Azt mondja, hogy írja valaki, hogy igen, mit csinálhatna a Smokkencs? Hát ez egy jó kérdés. Ez egy jó kérdés. Mi a Smokkencs? Mi drága Smokkencsünk, igen. Keresi a gatyáját. A magyarok kijuttak az EB-re, Feri leszokik, mi jöhet még? Jani kiad egy könyvet, utálom a várakat, sütiket, csöcsöket. Na, címe. Nem, ezt felejtsd el. Jó? Valaki rázzon fel, mert álmodsz. Egyébként fura év, tényleg. Bringázol, fut, leszoksz a dohányzásról, a magyar válogatott EB-n van. Hát gyerekek, és még nincs vége. Igen. Bali megszabadul a hajától. És egyebektől, ha hoztok egy manikűrollót, akkor essünk túl a műtéten is, mert tényleg kijutottak. Ugye csütörtök után még nem volt sokat. Jó, ott betadint, mindent hozzatok, kötszerbe állítólag nagyon vérzik, aztán csippencsik, alul kopasz, fölül kopasz. Hát! Kopaszon is blankolva. Hát, megblankoljuk egy kicsit. Igen, magunkat. Felül kobak, alul kobak. Na, nagyon sokan kéritek tőlünk. Nyilván mindenkin érezzük magunkon is természetesen a hangulatot, hogy foglalkozzunk Párizsra. Már reggel elég sokat beszéltünk róla, de fogunk. Fogunk, csak azt szeretnénk, hogy kicsit induljon el ez a hétfő, kicsit legyünk rajta túl, kicsit mindenki kenje meg a kenyeret a gyereknek, tegye rá sok mézet, lökje be az iskolába, vegyen egy nagy levegőt, indítsa a hétfőt, aztán beszélünk róla mindenképpen, csak nem akartunk hétkörre egyből ezzel kezdeni, de 8 után lesz Nógrádink biztonságpolitikai szakértőnk, megvitatjuk az eseményeket, múltba nézünk, jövőbe nézünk, összefüggéseket keresünk, kutatunk, úgyhogy foglalkozunk majd a párizsi merényletekkel természetesen, úgyhogy hát ez egy vezető téma, hogy fő témánk nem lehet elmenni. Nem lehet, úgyhogy lesz róla szó 8 után. Jó? Csak hát kicsit mi is magunkat is próbáljuk berúgni meg a hétfő reggelt is. Jaj, még egy nagyon fontos dolgot el kell meséljünk a hétvégéről, mert egyesek, amíg fetrengtek a buli másnapjában otthon, ugye? Egyesek addig mások tették a kötelességüket, ráadásul kézen fogva együtt és közösen. Ja, együtt voltunk. János és én elmentünk, ugye, az Egysebb Figyelem Alapítvány buliára. Nagyon-nagyon jó volt, egész nap sokan voltak. Megkértek bennünket arra, hogy menjünk már vércukrot méretni. Tudod, hát ez erről szól az egész nap. Új begyszúrás. Oda érünk, mondom, na figyelj, így mondom magamnak, nyilván én, aki már nem dohányzom és sportolok, és egészségesen egy irgalmatlan, odaverek most Vadon Janinak, aki nyilván már kora reggel cukorkómában fetrengve jön, érted a rendezvényre. Miket 4 óra kell érni, 4 óra voltatok? Nem arra voltunk, hát pont ez az, hogy ettünk mind
mind a ketten reggeliztünk kicsit, mi tudunk így is méretnél. Jó, hát végig is bármikor lehet. Igen, meg hogy ez azért jelzi, hogy ki mit étkezik reggel. Így van, hogy ki mit érke, 5-2 mondja nekem. Na, az nagyon szép. 3-5-5 nagyjából az. Mondta néni, hogy 5-2 Ferikém, ez gyönyörű reggelizet, tehát mondom, hogy a fel nem jövök el úgy el otthonról. Na most már, és dörzsöltem a kezem, hogy Jani, érted, mert ő közben cukor folyik az erejéből. Csipegetett már a VIP-ban egy kis süteményt, megszúrják, Janit oda, 5. Így is rád vert? Mondom, mi van? Men? Ne szórakozzál már, Jani! A srác az nem volt egyszerű, ennyi. Másfél kilónyi asztali sót toltam be előtte. Hogy levigye. Hogy jól sikerüljön. Ja, hát így alakult. Jó volt, jó kis eredményeket hoztunk amúgy. Így van, 5-2. Szép, így marad, az nagyon az. Vagy a kajával az, aztán pláne, kajával szép. Csinál, hát de tudod, egy kicsit úgy szurkoltam, mondom, most kiderül, hogy 8-as a cukra. Hány krémest tolt be ma reggel? Tehát kiderül, hogy mi van, és egy 5-öt oda csap a Jani. Hát, srácok, ez van. Ez van egyébként, ez egy ingyenes családi egészségnap volt, ugye, és gyakorlatilag rengetegen voltak, nagyon sok ember kíváncsi volt, voltak sztárok is, volt nagyon kellemes társaságunk, hát és volt igen. Természetesen találkoztunk is. Kis Rami. Ramónával is. Ez teljesen rából. Na, Rami jót csinál, gyerekek, hát a jót csinál. Rami jót csinál. Jó, szóval jó volt rendben. Vili bácsival nem annyira jót csinál. Ja, nem. Csak azt kell archiválni, amit a... Vili bácsival már van közös fotóm. Amit később érdemes előhívni. Hát így nem mindenkit, persze, nem fotóz le az ember. Hát nem. Mondta, hazajöttem, mondtam anyának, hogy anya, annyira erőszakos volt rám, mi mondta, hogy csináljuk ilyen közös fotót, mert nagyon sajnálta, hogy te nem vagy ott, és hogy ezt küld így nekem. Érült a Mónika. Persze, ő igen, veszi a lapot. Ah, igen, de egyébként jó fej. Mon is jó fej, mert húzza föl magát, meg Rami is. Rami is jó fej. Na, zárjuk le szerintem mi Király Viktorunk történetén már csak abban a szempontból is, mert ez így nagyon csúnya lenne, hogy amíg ő ott döntőben volt, meg amíg ugye ő tovább juthatott volna, addig hívtuk, drukkoltunk neki, beszéltünk, viszont most, hogy már kiesett, csak megemlítettük, de nem hívjuk föl. Ez úgy kerek és úgy szép, ha három mondat erejéig, ami nyilván úgy három mondat, csak én mindig elmondom. Beszélünk vele és gratulálunk neki is, mert hogy azért ez ennek ellenére egy nagyon nagy dolog, ugye az amerikai The Voice című műsorról van szó, ahol hát Király Viktor Gwen Stefani-nak köszönhetően, és róla már azért nem akarok semmit mondani, mert múlt hét pénteken ezt abszolút helyretettük, sőt, meg mert... már talán csütörtökön ugye Győrben helyretettük, hogy a hallgatók megírhatták, hogy mit gondolnak Gwen Stefani. Meg ő amúgy se létezik már a számunkra, tehát hogy ő nincs. Róla valakiről, aki nincs. Igen, viszont Viktor van, és mi azóta nem beszéltünk vele, nyilván neki is nagyon sűrű volt a kiesés utáni pár napja. Mi is turnén voltunk, sok kötelező dolog volt, sok elfoglaltságunk volt, úgyhogy nem is nagyon tudtuk hívni. Most viszont itt van, ráadásul élőben, 7 óra után 22 perc. De most tényleg? És ez most tényleg élő. Itt van velünk Király Viktor. Hello Viktor, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggel. Szia, jó reggel. Na, te most itthon vagy, még mindig Amerikában? Nem, én Los Angelesben vagyok, a nővéremmel együtt, és ütjük a vasat, ameddig lehet. Nővéreddel együtt, ez mit jelent, hogy apukád már hazajött? Eljött? Vagy ott van? Nem is volt itt most. Nem is volt ott? Csak lement sörész. Nem is volt itt. Figyelj, mi csütörtökön azért foglalkoztunk vele természetesen is Gwen Stefanival, hát a hallgatói megírhatták, hogy mit gondolnak Gwen Stefaniról, és mit kívánnak. Nagyon szórakoztató dolgok. Így van, hogyha mindez megvalósult, amit kívántunk neki, illetve a hallgatók, akkor valószínűleg körömlött a csúnyájára. Körömlött a csúnyájára. Ja. Figyelj, tényleg oda jött sírva utána, nagyon ölelgetve, nagyon amerikai, nagyon, és azt mondta, hogy te annyira kész vagy, és annyira sajnálok, és ne haragudj, és zokogott, és elmondta, hogy basszus, de kár, hogy ki kellett, hogy tegyelek? Ez tényleg így volt? Tényleg így volt. Ez tényleg így volt, nyilván nem ilyen... Nem kérdezted meg, hogy akkor miért nem lögtél tovább? Nem. Én az igazság, hogy tudtam, hogy így fog dönteni, mert éreztem, hogy ő tudod, így segíteni akart a Corinne-nak, hogy majd ő megoldja, hogy fejlődjön ez a lány, és szerintem ezzel ezt akart elérni. De mondom, hogy én nem haragszom egyáltalán. Jó, nyilvánvalóan jó lett volna még tovább haladni, de közben azon is elkezdtem gondolkozni, hogy ugye nekem mi volt az eredeti célom a Voice-szal. Az, hogy valamilyen értelemben megismerjék a nevemet, és elindulhasson egy esetleges karrier Amerikában is. Na most én ezt elértem. Én ezt elértem, és igazából most tudom igazán kihasználni, mert hogyha benne lennék a műsorba, akkor nem lenne időm egy foglalkozni vele. Nagyon jó, de akkor nyilván a műsor után foglalkoznál vele, nem? Hát akkor a műsor után foglalkoznál vele.
többet. Nem, mert nagyon kötne a szerződés, borzasztó módon kötne a szerződés, és akkor már kezdődik az új szezon a Voice-nak, és már elfelejtenek. De ilyenkor milyen szerződés? Okay. Tehát, hogy nem mehet, tehát a vége a Voice-nak, akkor utána egy évig van egy moratóriumot, hogy nem mehet sehova senkivel? Nem, az azt jelenti, hogy van egy szerződésed egy lemezkiadóval, ja. És a lemezkiadó eldönti, hogy most akar-e veled foglalkozni, vagy nem, és ugye ahogy látjuk így a módban és a Voice-ban, hogy általában nem akarnak velük foglalkozni, megkezdődik az új szezon. És ezért igazából én kimondtan örülök, hogy kiestem most, mert így legalább tudok foglalkozni, amiért tényleg ide jöttem Amerikával. Na, de ezért értem, amit mondasz, és miért az elmúlt Voice győztesek azóta kallódnak egyébként? A győztesek nem állnak jól. A győztesek egyáltalán nem állnak jól. Akik ki, mondok egy példát, van egy csáva, az a neve, hogy Avery Wilson, ő a még előttem esett ki, azt hiszem szezon 4-ből, vagy valami ilyesmi, és ő például nagyon-nagyon-nagyon sokat foglalkozik azzal, hogy miután kiesett, próbálkozzon olyan, és eléggé sokat ért el már, szóval nagyon-nagyon-nagyon erős a közösségi oldalai, van egy lemezszerződés céggel, és igazából senki másnak is nagyon, mert aki nem üti a vasat rögtön utána, az tök simán eltűnhet. Na de most mik ezek a konkrét lépések? Mik ezek a konkrét lépések, amiket most meg tudtál húzni? A konkrét lépéseket, amit meg tudtam húzni, hogy jövő héttől például nagyon-nagyon-nagyon sok találkozom van artist menedzserekkel, meg producerekkel. Nem akarok neveket mondani, mert aztán, ha nem jön a csapat, leginkább azért, mert fingó nincs, hogy kikicsoda, leginkább. Igen. Ilyenkor ők keresnek, vagy te hívod őket, hogy ez hogy megy? Tehát rászolják, hogy láttunk, fölhívnak téged, akkor gyere ebédeljünk együtt, és beszéljük meg, mit szeretnél. Tehát nagyjából így kell képzelni, van egy-két számot, kapsz számot, te is rácsörögsz, elküldesz egy demót. Hogy van ez? Ez nagyon 50-50 százalék, és szerintem ezzel semmi baj nincs. Ugye én nagyon-nagyon célra törő vagyok, szóval én kapok hívásokat is, hogy találkozunk, de rászervezek ugyanannyi találkozott, szóval nem tudom, mert amit mondtam az előbb is, ugye azért jöttem ki Amerikába, hogy valami elinduljon, és el fog indulni. Pozitív gondolkodás, van segítségem, itt van a nővérem, aki borzasztó sok ismeretsége van egyébként itt Amerikában. Meg tudjuk oldani, dolgozunk rajta. A magyar karriernek akkor most egy kicsit pihenő van? Tehát azt mondod, hogy ez itt már elértem valamit, ismernek, most akkor éhezteted a közönséget, és kint vagy Amerikában? Nem lehet így is felfogni, de nem, mert ugye ez nem pihentetés, meg ilyesmi, hanem konkrétan most éppen ezt próbálom így, hogy mondjam, egyre jobban ápolni ezt az amerikai elért sikereket, amit ugye a Voice-ban, mert ha mondjuk most például, még akkor sem, ha New Yorkba költözök vissza, ha nem is Magyarországra, akkor is nem használom ki a lehetőségeket, amit adott a műsor. Ugye Los Angelesben van a szakma, felismernek az utcán az emberek Los Angelesben, ami hihetetlen számomra. És nem csak fodrászok. Most kell, és nem csak fodrászok, így van. vagy hihetetlenül is, és tényleg elég nem okos lennék, hogyha azt mondanám, hogy akkor most akkor pihenek, mert nem most van az idő a pihenése. A Magyarországra nekem az van a fejemben, amit már szerintem említettem nektek is, hogy mindig is ezt akartam elérni, hogy ne havi 25 buli legyen, hanem mondjuk két havonta, vagy három havonta egy nagy, igényes, megszervezett buli. Hát nyilván, persze, hát ez jogos, hát mindenki ezt ered, igen, tehát a Dunaharaszti Gőzgombot Fesztiválon harmadikként fellépni a nyári lányok után, Jani Csákpeca előtt, akik egyébként baromi tehetségesek, és nagyon jók, de nyilván őknek is menni kell, hívják őket, fellépnek, hát az ember nem biztos, hogy valójában erre vágyik. Sokkal jobban nyújt ki Magyar Házban 60 nyugdíjas előtt. Így van. Szóval igazából minden zenésznek ez a célja, hogy ilyen nagy bulikat csinálni, és akkor most legalább megvan az okom rá, hogy tényleg így szervezem a bulikat. És kell egy dal előbb-utóbb, nem? Tehát ilyenkor úgy megy tovább, nyilván nem ez szerződés, de hogy hát kell egy jó zenei producer, kell egy dalszerző, és hát akkor valamit gyorsan dobni kell. Akkor mennyi időd van, hogy tényleg ne jöjjön az új generáció? Egy hónap, két hónap? Tehát nyilván nagyon gyorsan pörög ott is a dolog, tényleg jönnek az újak. Körülbelül február végig. Február vége. Van idő. Aha. De volt egy nagyon szerencsés helyzetem, és lekapogom, mert ugye én, ugye szabályt tiltja, hogy amikor a műsor vagy, hogy új zenéket hozzá, vagy hát tegyél ki
a közösségi oldalak a Shirt, miután kiestél, akkor is tiltja. De nekem van egy 2014-es albumom, a Third Dimension album, amit ismertek már dalokat, ugye a Chasing Demons, a stb. És ezeket nyugodtan kirakhatom. Ezért aznap, amikor kiestem, én már rögtön kiadtam egy új dalt, amit még senki nem hallott, és már megjelent 4 vagy 5 cikk róla, amerikai cikk róla, hogy milyen jó a dal, és hogy tök jó a vik, hogy már most van zenéje, szóval tök jó, és gyorsan akarok haladni, meg videóklipet is akarok forgatni, szóval így haladni akarok. Tök jó, hát ez mindenképpen. Ja. Mindenképpen, jó. Ja. Jó, meleg van, 30 fok, és szikrázó napsütés, brutál idő, és óceán, és minden, nem? Hideg van. Mennyi hideg 20? Van. Esküszöm, hogy hideg van Mennyi? Los Angelesben. Mennyi, 20 fok? Nem tudom pontosan, 22 körül. Atya úristen, szegény, komolyan mondom. Meg ne fázzon a hangod. Hihetett meg, ez a szibériai időjárásod is betört. A jó hely, jó hely. Ja, és csak egy másodpercet hagyj kérek, mert hogy nagyon-nagyon köszönöm nektek, illetve az egész országnak, hogy ennyire mellettem vagytok. Ne viccelj, persze, örülünk. Mi mindenkit sokszor megcsipkedünk, de amikor van okunk, és okot ad rá akár egy énekes, akár ti, akár a magyar válogatott, akkor viszont meg baromira tudunk örülni. A kezdetektől drukkoltunk, és hívtunk, és beszéltünk veled, és tényleg amellett voltunk, hogy hajrá, és tökre megérdemlett, tehetséges vagy, és miért ne lehetne végre, hogy valaki ne csak beszéljen róla, hanem tényleg összejöjjön. Erre az országra nagyon ráfér, nagy siker, kis siker, foci győzelem, minden kell nekünk, hogy kicsit azért egy jobb hangulatban legyünk. Úgyhogy drukkolunk neked továbbra, és Viktor, vigyázz magadra, és legyél ügyes. Használd ki a lehetőségeket, és csak pofátlanul tényleg, mert ahova menj, ahova nem hívnak, ott is menj be, ha kirakod a lakon, mész a küszöbből, de így kell ezt, mert tenni kell érte, drukkolunk, jó? Vigyázz magadra. Köszönöm szépen, hogy hívtatok. Köszönjük szépen, Király Viktor, csáó, vigyázz magadra. Hello. Na, ügyes, azért, amikor ügyes. Valaki a saját tehetségével ezt így kijárja, végigmegy, ott van, megméretteti magát, tovább jut, lemezszerződést kap, ez mindig nagy, önerőből eléred, hát van hangot hozzá, van tehetség. Tényleg magyar előadó, mikor volt ott olyan 87-ben a Neoton Koreában, vagy a mezőkovácsházi Ektomorf. Hát jó, az ezett ki. Sandy Japánban, 93-ban. Jó, ez mondjuk. Best of BSF kazettával. Jó, mondjuk az nem is egyszerűen egy siker volt, hanem ez egy új honfoglalás volt. így van. Vagy a kompakt diszkó legutóbb Szombathelyen. Nem tevők, és már majdnem túljutottak az országhatára. Zetki, hát igen, Zetki. Azért Amerika hát, a lábai előtt hever gyerekek. Csak mindegy. Mondom, gyerekek, ott volt a mester a Total Dance-en. Igen? Ez egyébként jó bulit csinált. Ja, szerette. Fellépett Kozsó, jól van, énekelt, tolta, és benne volt a top 4-ben, akiket én láttam, magyar előadó, akik jó bulit csináltak. Tehát majd megmozgatott, 8000 ember mátmozgatott. Az öreg mester, Kozsó. Nagy szaki. Minden ott volt a siker, ez ott volt egy csomó ember, aki retro zenére hágyott, ő még be tudott vásárolni egy tubus műkönnyet is nyilván előtte. Igen. Mennyire érezni Viktoron a mentalitásbeli különbséget, írja egy hallgató, nem kell keserek, csak a jót nézi. Nálunk hányszor sértődnek meg ismert énekesek egy poénon, a műsorban, vagy a Starman Star kiesésén például, de tök jó hasonlat. Igen. Közben pedig itt van a srác, az én kiszóltam, nem baj, megyünk előre, csináljuk. Itt meg valakinek beszólsz, vagy valakire mondasz egy itt negyed van. Mondatot, és ebben az Durci országban forever. Nem történik más, csak mindig mindenki megsértődik. De nem? És mindenki haragszik. Mindig. Ha dicsérsz, akkor is, de hogyha beszólsz egy kicsit, akkor ha dicsérsz, az jár, az kötelező, igen. Azt hogy hívják, az alanyi jog. Ha kicsit megcsipkeded őket, beszólsz, vagy szóvá teszel valamit, akkor mindenki évekre megsértődik, nem nyilatkozik és durcáskodik. Na mindegy. Jól van. 3 perccel elmúlt 7:30, Óven bácsival, Beru nénivel játszunk a hírek után, és hát természetesen abszolút nem elkerülhető módon a francia eseményekkel foglalkozunk a következő 1,5 órában. Hívjuk Nógrádi Györgyöt is, a biztonságpolitikai szakértőnket, és elemezzük az eseményeket és a hétvégén történt szörnyű eseményeket. Úgyhogy ezzel folytatjuk. Nem sokára jövünk a hírek után. 3:48 van, pontosan, szép reggelt kívánom mindenkinek. Hétfő van, elindult a hét, sokaknak szerintem sokkal nehezebben, de dolgozunk rajta, hogy egy kicsit könnyebben induljon a dolog, még annak ellenére is, hogy olyan hétvégén volt, ami hosszú évek óta megint nem sűrű, lent, fent, menny és pokol, egyszerre mindent megéltünk, egy érzelmi hullámvasút volt az egész ország hétvégéje, de hál' Isten a pénteki eseményeket nem folytatta
a történelem abból a szempontból vasárnap, hogy nem kellett újra rossz hangulatba kerülnünk, hanem kicsit a magyar válogatott most, mint egyfajta ilyen pszichológus, pszichiáterként húzta ki a pénteki mentális állapotból a magyar embereket, nem? És hozott, igen, némi, hozott némi örömet. A gyönyörű 2-1. A gyönyörű 2-1, így van, böde vagyok. Böde vagyok, 100 kiló föld, csaplak bármikó. Bármikó. Jönnek a versek. Aprócska kis költemények, mert ugye magyar válogatott, hát kivarázsolta magát nagy csodával az Európa-bajnokságra. Hosszú évek után. És még nem tudjuk, kikkel játszunk. Még ha van egy kis szerencsénk, talán olyan csapatba is kerülünk. Most már az ember elkezd ugye azért így egy picit így reménykedni. Decemberben van majd a sorsolás, úgy olvastam, hogy akkor derül ki, hogy kiket kapunk. Kikkel kell szembenézni. És egyébként nem kisebbítve Ben Storknak az érdemeit, fantasztikus munkát végzett, de azért mennyivel, hogy mondjam, csak egy jobb lett volna, most lehet, hogy nem ez a legjobb kifejezés, de hogyha egy magyar csapattal jut ki, jelesül Dárdai vállal. Egy magyar szövetség kapitánya jut ki a magyar csapat. A Berdi bácsi szépet mondott egyébként a meccs után, hogy... Igen, megköszönte Csányi Sándor. Azt nem tudom, hogy én nem erre gondoltam pontosan, hanem amikor azt mondta, hogy ő most magyar. Tehát kérdezték, hogy németként milyen a magyar. Az helyes. És azt mondta, hogy ő, gyerekek, hagyjuk ezt francba az egészet, ő most egy magyar szövetségi kapitány, magyar szívvel, és nagyon örül. Na. Ez helyes volt. De végre hát nem azt kellett mondani, hogy elfáradtak a fiúk, és megviselte őket. Végre valami más. Végre olyan, aminek az ember örül, és nem azt mondom, hogy ismerem, hallottam, tudom, igen, négyszövetségi kapitány ugyanezt mondta előtted, hanem végre valami, nem? Bizony. Na, azt mondja, hogy 84-es út halálú szakaszán ismét elszállt egy kis terautó a műszaki mentés folyamatban. Feri küldte nekünk, köszönjük szépen, és azt mondja, hogy azt nézze még, igen, hogy csinos rendőrlány vadászik a gyorshajtókra bőszén fel, úgyhogy vigyázzatok. Jó, mi pedig játszunk, már is itt van a játékosunk. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvén. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Igen, haló, jó reggel. Hello, sziasztok! Szia! Hello! Claudia, hello! Honnan hívtál minket? Dombovára. Dombovára? Milyen helyes hangod? Hány éves vagy, Claudia? 22. Na, hallatszok. Már! Még fiatalabb is. 14-et mondtam volna, simán. Igen, igen. Claudia, mit csinálsz Dombováron? Egy presszóban vagyok, pultos. Istenem, presszó! Hát derék hallottam ezt a szót így ebben a fontban. Kint van még, hogy espresszó? Kint van? Nincs. Neon betűk, de kettő már csak vibrál, tudod így. Vibráló betűk. És milyen presszó ez? Ilyen kis igazi talpon álló? Igen, igen. De jó. Lambéria van? Nem, köves. Köves? Linoleum sincs? Semmi? Nincs. Nincsen? Vastag üvegpohárba adjátok a presszót, a feketét? Nem. De emlékeztek arra a régire? Zseniális volt. Kis ipen. Háromszög alakú. Labdarúgó zászló, klub zászló, kim vannak a falon? Nincsenek ki. De milyen presszó ez? Milyen presszó ez? Kinek van ma gyümölcsnapja? Mesé? Tartott ma ki volt ma az első? Ki tart gyümölcsnap? Ma senki, még nem jött senki. De van olyan egyébként, aki már a nyitáskor, amikor már csörög a kulcs, már ott van? Nincs. Valószínűleg tegnap este volt egy nagy buli, és annyira kiütötte magát mindenki, mikor nyert a magyar válogatott, hogy ma még reggel kivételesen nem volt mit eladni. Vagy nem volt kinek eladni. Rájuk zárták az üzletet, és még benn van. Igen. 22 évesen azért neked őket teregetni kell, nem? Hát azért én hát, van ismerősem, én is ismerősem barátom, aki hasonló kis üzemet működtet, hát általában a pultokba csajok állnak, több borravaló van, kedvesebbek, jobban virek a vendégek, de azért helyre kell tenni egy-két szemtelent. Persze, hogy helyre kell tenni. És te olyan vagy, aki ezt megoldja? Én igen. Határozott, de igen. De jó, és naponta hány házassági ajánlatot kapsz? Még egy hubi élveztelek. Egyet se. Töltsd meg egy unikumot, és megkérem a kezed. És tanulsz mellettek? Nem, most már főállásba vagyok. Főállásba pultos? Igen. Igen? Miért? Hát szép szakma. Na jó, de mindig isznak az emberek, tudod. Vendégátóipar és utána pultos szakosodás. Na igen. Jól van, játszunk? Játszunk. Nincs más ül, ez biztos? Tuti. Ez nem tudom. Olyan nehezet kaptál, most próbálom lecserélni, Claudia. Várj egy kicsit. Mennyire nézel te sorozatokat? Hát, nem annyira. Nem annyira. Hát a Barátok közt azért csak megy esténként, nem? Nem. Nincsen tévé? Nincs.
Ez egy de milyen van tévé, de nem nézek barátok között. Ez milyen egy tévé? Tegnap este sem néztétek a magyar válogatott meccset ott a presszóban? Nem volt egy tévé, nem voltak drukkerek, nem rúgott be mindenki. De megnéztük, megnéztük. Na végre valami. Jézusom, végre valami régi elmondás. Igen, az jó. Eddig csak nem, talán, igen, nem, de igen. Hát jó, most nem tudok ilyeneket. Nem baj. Jó, se baj. Nem baj, a lényeg az, hogy kibekeltük, és már van egy jó feladványunk, amit valószínűleg. Figyelj, mi mindenkivel próbálunk beszélgetni. Hogy telt a hétvégét? Tessék. Ez egész nem egy... jó volt, dolgoztam. Egész hétvégén? Hát nem egész hétvégén. Csak szombaton. Sztanovista vagy, csak a munka. Pasik, barát, valami? Kis mozi? Van párom, igen. Na, volt egy kis találkozás hétvégén, valami? Nem, hát belelakok. Ó, fiatalon, összekötöttétek az életeteket, tényleg? Esküvő is, mi nem? Nem, az még nem. Nem, és mióta vagytok együtt? 3 éve. Van! Na, hűségesen rendes ember? Igen, az. Szép szakmája van. Szép szakmája van. Egzisztencia van. Helyeztő. Helyeztőként dolgozik. Jól van, Klau. Na figyelj. Mutatjuk, mit csinál Logan bácsi Beru néni, jó? Gépelnek. Aha, írják igen. A feljelentést. Nem tudom ki, hova, de valamit nagyon gépelnek. Valakit nagyon mosszerolnak. Igen. Mutatjuk, hogy mit énekelnek. Figyelj. Ez egy sorozat. Rémrendes család. De jó vagy a kutyafádat. Bizonyám. Na ezt a mai napig nézem. Adja még csatorna, tényleg? Hát, igen. Szerintem negyedjére újra pörgetik. Nem, beszorult a VH-s. Atya Isten. Jól van, Claudia, ügyes vagy. Köszönöm. Van egy ajándékcsomagod, amit el is küldünk neked, képzeld. Ó, köszönöm szépen. Milyen rendesek vagyunk. Jó, puszilunk. Puszi. Ciao. Szia. Hello. Hello. Gyerekek, komolyan mondom. Te ne írjatok ilyeneket, hogy öngollal nyerni nem nagy kaland. Milyen öngolla? Hát ezt rá kellett rúgni a kapufára. Ha is, olyan ha nincs, akkor zseniálisan, érted, hogy aztán a kapusukról bepattanjam. De ez az öngól, erre írják. Ez az, öngól, ez nem? Az, de ez nem öngól, érted? Ez egy tudatos, gyönyörűen vagy fejelés volt. Kapufáról kipattant, és ott aztán az ő saját kapusuk, ugye szegény, próbálta a labdát igen. Kivariálni, de hát ez nem öngól volt. De ha nincs, akkor matekozzunk, akkor egy-egy. Akkor egy-egy, és akkor idegen belül. Akkor is találjuk, igen. Tehát azért azt nem lehet. És rólunk tényleg lehet mondani, hogy szeretünk csipkelődni, és mindenkit megcsipkelünk kicsit. De hogy azért még ebben is a rosszat keressük, az nem szép. Tehát ha nincs az öngól, akkor is idegen belőtt góllal tovább megyünk. Meg bocsánat, azt az öngólt ugye a Bödinek a lövése előzte meg. Sőt, nem is idegen belőtt tovább góllal megyünk tovább, mert akkor egy-egy van, és akkor összesítésben egyébként kettő. Tehát nem is számít, hogy idegenben vagy nem idegenben. Tehát nem az öngól miatt mentünk tovább, hanem azért mentünk tovább, mert most ez a magyar válogatott, és reméljük ez egy szép tendencia kezdete, úgy játszott, ahogy egyébként a magyar válogatottnak játszani kell. Bár csak láttuk volna ezt az elmúlt 10 évben, én nagyon sokáig nagyon dühös voltam rájuk, és nagyon méltatlannak gondoltam azt, hogy mennyi mindenki nem kap ennyi pénz, más sportolók egészségügy, stb. Bennem volt harag és frusztráció, de most ezt meg kell dicsérni őket, persze. És meg kell simogatni őket, hogy ez most viszont szép volt. Meg ebben ez így kell. Mi lett volna, ha jellegű mondatoknak, vagy kezdetű mondatoknak semmi értelmük nincsen, mert akkor mondhatnánk azt, hogy mi lett volna, ha például megkapik azt a teljesen jogos szabadrugást, ami a kaptól 20 méterre igen. Történt volna meg. Vagy nem Mezei a szövetségkapitány 86-ban. Ja. Ja. És az a rohadt. És régi sérelem van ugye, benned. És hanem az oroszokkal sorosul a legközelebb. Mi történik, ha nem kapjuk meg azt a 6 gólt? De jó tésztát kaptak volna, vagy nagy Isten barátfülét, vagy srác. Igen. Tehát ebből az emberből tök mindegy az öngól. Tehát nincs, nem ezért mentünk tovább, mert ott valamelyik nagyon alul motiválta játszó norvég játékos belekavírnyázott a labdába. Azért mentünk tovább, mert ezt most megérdemeltük. Ezt azért tudni volt. Kell ugyanúgy kimondani, mint ahogy lehet őket ekézni, ha maráukunk. Ezt van. Azért ezt most mondja ki mindenki. A szívüket, lelküket kitették, és abszolút. minden dicséretet most megérdemelt. Na, jól van, túl vagyunk a játékon, 5 perc, pontosan 8 óra, hérezünk egy picit, aztán jövünk a párizsi eseményekkel. Sokan kéritek már tőlünk, hogy foglalkozzunk kell, hogy ne, hát nem is akartunk úgy neki menni ennek a hétfőnek, hogy nem foglalkozunk, úgyhogy beszélünk olyanokkal, akik kint élnek, Párizsban lesz egy hallgatónk, hívjuk Nógrádi Györgyöt, hogy kicsit próbálja nekünk az események hátterére rávilágítani, adjon néhány új információt, amit esetleg mi még nem hallottunk, nem olvastunk, úgyhogy ezzel a témával és a párizsi eseményekkel foglalkozunk. Ákos, híre jutam! Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani.
8 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, hétfő reggel van, és igen, elindítjuk egy nagyon szép hét után, egy nagyon szép péntek után, amikor is hát egy játékosunk megnyerte az autót, jó helyre ment, mindenki jó kedvű volt, és tényleg egy jó turnét zártunk, egy jó hetet zártunk, nagyon jól éreztük magunkat, jó kis hét volt. És tényleg az autó is jó helyre ment. Szóval nagyon jó helyre. Összes nyertesünknél jó helyen lett volna. Megint kicsit fogták a kezünket valahol, valakik, nem tudom, így egy más dimenzióban, mert nem volt olyan nyertesünk, potenciális autókulcs tulajdonosunk, akinél azt gondoltuk volna, hogy hát, most van kettő, a harmadik, mindegy. Két gyerek, egy gyerek, ápolónő. 40 éves kölcsönzsiga. Kölcsönzsiga, igen. Hajni volt, a kamion vezető lányunk, aki az első hallgatónk volt, ugye a debreceni hallgatónk. Szóval, hogy mindenkinél jó helyre ment volna az autó, és aztán végül is nyertesünknél is jó helyre ment. Most meg már próbálunk visszarendeződni. Én már a szokásos reggeli az ülőjúti zabomat fogyasztom, pedig az az esztergomé. Húzott rétes. Ó, finom. Kávéházban a sarkom. Igen. Hungária Hős utca kb. 20 felfegyverzett katona, Steve küldte nekünk. Csak hogy visszatérünk a realitásba, mert közben igen, újra megváltozott a világ, és egészen más dolgok történtek már hétvégén. Bősárkány felől Csorna beltörletén Fejérszádból mérik az érkezőket, ez Dávid küldte nekünk, és hát azt nézem, hogy van-e még valami. M6-os 44-es kilométerénél fotóznak, ott is vigyázzon mindenki. Csorna belterületén is van egy trafi, valamint a 10-es úton, ma is, mint mindig, hiszen hétfő van, lassú a haladás. M1-es 140-es kilométernél szintén trafi, ez ebben a pillanatban futott be. Na, hát Párizs, ugye? Sokan kérdezitek tőlünk, sokan írjátok, és természetesen, hogy kell vele foglalkoznunk, úgyhogy már beszéltünk róla korán reggel, aki hallgat bennünket, az lehet, hogy egy-két gondolatot ismétlésnek hal majd, de hát sokan ugye később kapcsolódnak be, vagy hát a legtöbben később kapcsolódnak be, nem hattól hallgatnak bennünket. Hát nincs ember, akit ez ne érintett volna érzékenyen szerintem, és nincs ember, aki ma úgy kelt volna fel, hogy ugyanúgy érezze magát, ahogy pénteken. Mi is látjuk magunkon, érezzük magunkon, erről beszélünk, mindenki egy kicsit nyomottabb, nyomott hangulatban van, és azon gondolkozik, hogy hát szörnyű nyilván, hogy ez megtörtént, és hogy mi lesz a jövőben. Mikor, hol? És ott a tehetetlenség. Nem leszel ott, kid lesz ott, pontosan. A teljes tehetetlenség. A tehetetlenség a legrosszabb, ami van, egyrészt a múlttal kapcsolatosan, tehát a múlt pénteki eseményekkel, és a jövővel, amit te mondtál, hogy nem tudod, hogy hol mi fog történni, és mikor fog történni, de egy dologban biztos lehetsz, hogy nem tudsz ellene semmit tenni. Semmit. És ez a legszörnyűbb benne. Semmit. Tehát semmit nem tudunk, hogy jövő héten hol robbantanak, vagy robbantanak-e valahol, de az biztos, hogy te magánemberként semmit nem tudsz csinálni, és hát most kiterült, hogy a francia titkos szolgálat se tudott mit csinálni. Sem. Hát ugye a merénylő között volt olyan, akik már korábban már megfigyeltek hónapok óta, mégis. Megállították őket az autóval, és mégis azt mondták, hogy tessék, menjetek tovább. Tehát, hogy annyira bonyolult az ügy, és annyira nem tudsz konkrétumot mondani belőle, csak a tragédiát magát, de hogy fölgöngyölíteni a szálakat, azt nem lehet. Nem lehetnek mindenhol ott az ügynökök, a katonák, a rendőrök, nem lehet mindenkit ellenőrizni. A terrorizmusnak tényleg van egy ilyen sajátossága. Hogy... Nem, hát ezt mondják is, hogy nekik ugye tehát a titkosszolgálat, tehát mindig ügyes kell, hogy legyen, és csak egyszer hibázhat a terroristáknak, meg csak egyszer kell sikerülnie a dolognak, és ez a dolog. Most olvastam, hogy például a kommunikációs csatorna, az most kérlek szépen, ez a PS PlayStation 4-es, képzeljétek el, hogy ezen keresztül kommunikálnak, mert annak van egy olyan funkciója, hogy tudsz írni a játékos társaknak. És ez eddig senkinek le nem esett, hogy ezen a játékkonzolon keresztül állítólag lehet írogatni egymásnak. Hát ez eszedbe jutott volna? Nem. Neki eszükbe jutott. És még számtalan ilyen dolog van, ami a terrorizmus mindig egy lépéssel előrébb jár, mint aki harcol ellene. És milyen fura a lélektana, nem, hogyha lezuhan egy repülő, akiket szintén terroristák ölnek meg, mert meghalt 220 orosz. Nem? Hogy valahogy megérint a dolog, és azt mondta, hogy szörnyű. De amikor még jobban test közelbe jön, akkor még inkább megérint. Az ember ennyire gyarló, vagy azt gondolod, hogy te is ott lehettél volna egy repülőn, és ott ülhetnél, de hát ott is meghalt 200 ember, és őket is terroristák ölték meg. Igen, teljesen igen. Egyértelmű, hogy felcsempésztek a repülőjükre egy robbanó szerkezetet, de valahogy az embert lehet, hogy a lezuhanó gépekhez már úgy hozzászokott, hogy lélekben egy kicsit eltolja, viszont amikor ártatlan emberek kávéznak, és lelövik őket fegyveresek, gyáván,
arctalanul, fekete maszkba öltözve, és látod ezeket a képeket, talán több minden jut el hozzád, és azért érin meg még érzékenyebben. A repülés önmagában nem? Ugye veszélyesebb, bár ezt már cáfolták, de veszélyesebb üzemnek minősül, mint más közlekedési eszköz. Tehát a repülőgép tragédia maga, az a szörnyű tragédia, de ugye nincs meg az a fajta látvány, az a fajta sokkoló képözön, ami itt például a párizsi igen. merényletekkel kapcsolatosan látod a megvolt. Roncsokat, igen, és kész. Ott látod a roncsokat, és kész. Jó esetben ugye, hála Istennek, semmi más. De itt, amikor olyan hétköznapi tevékenységeket folytatsz, amit te folytattál hétvégén, te szombaton buliba voltál, én a barátaimmal voltam, a Janival voltunk tömegrendezvényen, érted? Igen. Ezek azok a pillanatok, ahol bárkit ezentúl bármikor elkaphatnak ők. És szörnyű, hogy érdekezni. Együtt kell élni ezzel a gondolattal, hogy ez gyakorlatilag a bármikor, bárhol megtörténhet. És nem tudsz más csinálni, csak együtt élni ezzel az érzéssel, meg ezzel a gondolattal. Hát most azt mondod, hogy nem jársz ezen túl ilyen helyekre. Jó, nem de az élet nem ilyen. Az élet nem így működik. Nem dughatod. Tehát ez tart egy hétig, valahol ez az ő győzelmük is. Tehát, hogyha te nem mész utána sehova, és bezárkozol a négy fal közé, és nem mész, nem csinálsz semmi olyan értelmes dolgot, amitől egyébként az élet jó, és hogy amit téged szórakoztat, nem mész emberek közé, nem kommunikálsz, akkor ők győztek. Hogy megkérték a párizsiakat, hogy ne menjenek kiemlékezni. És gyakorlatilag igen, azért Párizs is kint volt. Igen, láttad a két petárd, amikor eldurant? Igen, és mekkora és pánik lett utána. Atya úristen, kettő petárd eldurant, valami okos úgy döntött, hogy akkor robbantsunk föl két petárdát, és így több ezer ember hirtelen megindul, és semmi nem volt. Hát, hogy látszik ott azon a videón, hogy jelen pillanatban milyen mentális állapotok vannak most ott. Ugye, hogy ott túl vagy egy ilyen sokkon, egész Európát sokkolt a történet, de hogy hát nyilván abban az országban, ott Párizsban a megemlékezés, ez még minden rezdüléssel felkapod a fejed. És ez nagyon érdekes videó volt, hogy csak egy petárda és több ezer ember abban a pillanatban megindult, és brutál káosz, és mindenki menekült. Azt hiszem, hogy pont akkor az RTL-en a fókusz ment, és bejelentkezett egy riporter Párizsból. Pont ebben a pillanatban, amikor a petárda robbanás történt, abban a pillanatban beterelték őket egy üzletbe, leúzták a rollót, és azt mondták, hogy akkor most senki sehova. Mert két hülye eldurantott egy-egy petárdát. Igen. Hát kemény. És akkor jönnek a morális kérdések, hogy mi lesz ezek után, mi a jó megoldás, az európai értékekre hivatkozni továbbra is, és azt mondani, hogy pontosan ezen terroristák ellen menekül, és valóban nem mosod össze a menekülteket a terroristákkal, akkor azt beenged, vagy ne engedj be senkit, hogy az európai értékeket tartod még mindig fontosnak, és azt mondod, hogy igenis, nekünk dolgunk ezeket az embereket befogadni, mert ebben is különbözünk tőlük, és tudván azt, hogy ők is pont ezen emberek elől menekülnek, akiktől most mi is félünk, mégis mondjuk azt, hogy kizárjuk őket és nem fogadjuk be, vagy azt kell mondani, hogy a liberalizmusnak leáldozott, ez már egy másik világ, gyerekek, itt már nem működik az, hogy jöjjön mindenki szépen szabadon, és majd aztán lesz, hanem igenis meg kell védeni saját magunkat, körbe kell építeni bennünket kerítéssel, és el kell zárni magunkat. Mi történik? Hát pont abban azzal megyünk szembe, amiben Európa hisz is az elmúlt pár száz évben hit, nem? Hát azon alapértékekkel, lehet, azon dolgokkal, de közben lehet, hogy ennek tulajdonképpen vége. Tehát, hogy rengeteg morális kérdés van. Rengeteg kérdés van, hogy hány politikus kezdi majd el megint ezzel nemzetközi szinten ugye a saját pecsenyét sütögetni, hogy lesz-e közös európai megoldás, közös fellépés, mit mondanak a kínaiak, az oroszok, az amerikaiak. Tehát, hogy kinek érdeke ezt a konfliktust megoldani, kinek érdeke inkább fenntartani. Jó, még 100%-os bizonyíték azért arra nincs, hogy ugye ez a menekültekkel érkeztek volna, ha én jól tudom, de cáfoljatok meg, én úgy tudom, hogy most kiderült, hogy az hát a szírót levél, ami volt, akkor lehet, hogy az hamis, tehát hogy még 100%-os akkor is elérték volna a céljuk. A terrorizmus a menekült áradat megindulása előtt is volt egyébként, és azután is lesz, hogyha esetleg ezeket az embereket megakadályozzák abban, hogy Európába jöjjenek, vagy kitoloncolják, vagy visszatoloncolják őket, terrorizmus utána is lesz. Tehát, hogy ezt tudomásul kell venni. Hát persze, meg nem csak hogy jöttek, hanem azok is elkövették, akik már itt éltek, másod-harmadik generációs bevándorlók, tehát hogy itt azért ez sokkal, sokkal mélyebb, mint hogy azt most engedjük meg senkit. Nagyon nehéz erre mit mondani. Na, van egy fotoriporterünk, Bálint, aki Franciaországban él. Bálint, jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt! Hello! Ú, te nemrég ébredtél, ahogy hallom. Hát az biztos nekem az, amit előbb bemondtam, hogy a late night show az jobban feküdne. Igen, a late night show jobban feküdne, igen. Reggeliek, semmi baj. Na, Bálint, mesélj nekünk, hogy te hol voltál, mi történt a péntek éjszaka? Én Budapesten voltam péntek délután, úgyhogy átutazóba Párizsba. Kellemeset a hasznossal, éppen volt egy könyvbemutató, egy kisebb ilyen kultúrkocsmába, vagy nem tudom, hogy lehet ezt rendesen nevezni, úgyhogy ott töltöttem a fiammal a repülő és az éjszakai vonat közti időt, ami olyan este 10-kor jöttünk a taxi.
ilyen ritkán szoktam taxizni, de mivel egy 5 éves fiam van, és így nem akartam keresztül rángatni 3-4 metró magállon, azért döntöttem a taxi mellett. És akkor a taxiba kezdtek el csöpögni így az információk, hogy az első van egy ilyen nagy platform, úgy néz ki mindegy, nem tudom, de egy nagyobb iPad, és azon jön be a központnal az információi, a térkép, a rendelések, stb. És ott a srác, miközben hallgatta épp a német-francia meccset, elkezdtem mutogatni, hogy az egy alapsrác volt, elkezdtem mutogatni ilyen nagy félelemben, hogy hú, hát a metrógon kurnál lövöldözés van. Tehát, hogy az ember nem gondol ebben még így be, hogy hát lövöldözés, lövöldözés. Te mentél a reptérre a gyerekeddel éppen? Nem, én ebből a könyvbemutatóról, ahol éppen egy olyan jó 30 fotóssal mulattunk, onnan indultam a vasútállomásra, ami egy olyan autóval, egy olyan 15 perc, és van egy ilyen egérút, ami a kanál is mellett megy itt pont ezekbe a kerületekbe. Úgyhogy én amikor kijött a második info, az olyan egy perc rá volt, mert ezen ilyen szöveges info jelenik meg ezen az iPod jellegű poszton, ami a taxikban van, és akkor erre egy olyan egy perc, amiközben gurultunk jelennek, hogy akkor három robbantás a stadion közelébe, és akkor volt az, hogy felvettem a telefont, és elkezdtem olyan haverokat hívogatni, hogy ügynökségeknek dolgoznak, és ott voltak velünk a kocsmában, és pont akkor köszöntünk el, mert így motorral voltak, stb. Éjszakai ügyelet, és akkor ők már ültek a motoron, már részük, hogy már úton vannak, stb. És akkor gurultunk el, így az éjszakában nem is feltétlenül, nem igazából tudtam, hogy merre, jó, nagyjából, hogy merre vagyunk, de melyik sarok. Úgyhogy pont ott gurultunk el, azóta jelentek meg videók, hogy ott az első ilyen lövésváltás 22-től a 9-kor lehetett a Bataclan környéken, és én meg 22-re 7-kor telefonálgatni. Úgyhogy annyira gyorsan történt az esemény, hogy láttunk körülbelül, nem tudom, amit én láttam, az volt egy tűzoltóautó, egy rendőrautó, tényleg mindenki akkor érkezett meg, úgyhogy én rá 5 perc, amikor kiszálltam a vasútállomásra, és mentünk a jegykezelőhoz, akkor egy kicsit furcsán is néztek rám, amikor megkérdeztem, hogy tudják-e, hogy mi újság, és ezért általában január óta Párizsban mindenhol látsz ilyen mackósabb srácokat gépfegyverekkel sétálni, metrótól kezdve vasútállomásokon vagy a központokon, de így érdekes volt, hogy, hogy este senki nem volt a várakozó utasokon kívül a vasútállomáson. Úgyhogy akkor abban a pillanatban úgy pánik rólam, meg ilyesmi semmi, de amikor felszálltam a vonatra, akkor ott már fiatalabb, ez egy ilyen kusett, úgyhogy hatan vagyunk, egy szabinba alszunk, úgyhogy ott már mindenki a mobiltelefonján volt, meg telefonálgatott jobbra-balra, és meg most másnapra, meg ami várható még itt a napokban, az az, hogy vicces, nem idézőjelben vicces, hogy Budapesten lévő Franciaországban korábban élő ismerősök, meg nekem párizsi ismerősökön keresztül is úgy néz ki, hogy sajnos több áldozat van, akik zenész vagy zenével kapcsolatos körökben mozog, és ott volt a Bataclanban a koncerten, ami várható volt, hogy ez így sajnos kiderül egy-két napon belül, de azért nem gondoltam, hogy ennyire kicsi lenne a világ, hogy ilyen közve. Hát igen, talán ezért is borzasztó, mert ez ennyire test közelben történik. Tehát erre mindig a legnehezebb választani, hogy valahol messzi országban valaki, akkor nyilván az ember ezt eltolja magától, de amikor ez ennyire közel van, és az embernek az ismerősei, barátai vannak ott, hát akkor persze a legnehezebb ezzel szemben. Mondom, igazából nekem másnap délelőtt esett le, hogy hogy igazából ott, tehát hogy kellett egy idő mindenkem, mert hogy annyira időben voltunk, hogy nem volt. Lehet, hogy a 10 perccel később járunk arra, vagy 15-tel, akkor már teljesen más a történet. Tehát már én is máshogy fogom fel. Mi teljesen olyan volt, mintha csak simán áttaxiznánk a városon. Persze az információk azok úgy ijesztették az ember. Úgyhogy mondom, más nem nagyon tudtam tenni, mint hogy elkezdtem jóra-balra telefonálni meg. Igen, az elképesztő volt, hogy lehetett olvasni, hogy a Facebook, a Twitter hogy működött, és a közösségi háló az mennyire... Ami a legszebb volt, és ami tényleg megható volt, az, hogy vagy legalábbis ami ilyen új volt, mert van ez a nem tudom, közösségi oldalon, nem reklámozunk, de a közösségi oldalon, amikor a nepáli földrengés volt, kitaláltak egy olyan programot, hogy be tudsz jelentkezni, hogy nem történt el semmi baj. Ami nagyon jó is volt, mert nem kellett mindenkinek megírogatnia, hogy minden rendben van velünk, hanem csak egy klikk, és így kb. Mindenki tudta, hogy mindenki jól van. Ugyanabban ami szomorú az, hogy bejut be előtte való nap bombáztak, és ott ugyanaz az applikáció az idézőjelben nem működött, tehát hogy most Franciaországra mindenki nagyon figyel, de hát sajnos naponta ez máshol is előfordul. Körülbelül
körülbelül ennyi, ami így. Hát igen. Persze, hát erről beszéltünk, ez másról is előfordul a világ számos pontján, csak mégis, amikor az ennyire test közelben van, és ennyire közel történik az emberhez, akkor azért az mégis mindenkit megérint, és megvisel, és az, hogy bármikor, bárhol áldozattá válhatsz, hát ebben ez a legnehezebb, hogy tényleg bárhol. Most adok ezen bármikor megtörténik. A legszebb az volt az, amikor 2 perc, vagy ilyen 5 perc veszettem a vasútállomáson lehetne, amikor már jöttek ezek a hashtages open door bejegyzések a Twitteren, hogy mindenki kinyitotta az ajtaját az utcán menekülő embereknek, az azért. Igen, ez a minimum, igen. Volt egyébként, aki így sérült meg, ugye egy francia újságíró, aki azokat a most már sajnos közismert videó felvételeket készítette a Bataclannak a hátsó kijáratáról, ő is egyébként lement, hogy segítsen a sebesülteknek az utcán, kinyitotta a háznak a kapuját, hogy oda minél többen bemehessenek, és ő is közbe kapott egy lövést a vállába. És aztán ő is kórházba került emiatt. Elég sok újságíró is, vagy sajnos sok újságíró is halt meg. Tehát elég sok újságíró és fotós is volt, aki benn volt, és is tudom, csodálva határos módon ki tudott jönni, mert ráadásul elő volt az első részeket, azt úgy, hogy ő fő is ajánlotta a képeit, ilyen, úgymond ilyen szintén használatra a koncert képeit. Neked abban reménykedtem, hogy sehova nem fog előkerülni, de sajnos előkerültek képek a benti képek, amit vagy rendőrség, vagy valaki más fényképezett. Na hát ezt azt hiszem, már nem lehet így 2015-ben megakadályozni, hogy ezek a fotók kijussanak. De azért nagyjából, az emberek vigyáznak, hogy mit osztanak meg, tehát hogy azért... Igen, láttam a koncerten belüli fotókat, igen, elképesztő. Tehát egész egyszerűen felfoghatatlan. Mondjuk az már többször is volt, hogy ezt a helyet már így megfenyegették az elmúlt években is. Most én is olvasgatok azóta naponta, mert ugye kisvárosban lakom, tegnap este itt tőlünk 110 kilométerre Toulouse-ba is volt valami ilyen házhoz kiszállás, meg összeszedtek embereket. Mondom, hogy korábban, hogy nem nagyon sikerült nekem beleúszni itt a hírfolyamba. És kitől kapott fenyegetést a klubba, azt nem tudod, nem emlékszel rá? Valami elég kicsi csoporttól, valami 3 nevű csoport, ezt most nem fogom tudni neked megmondani, mert van egy jó pár. De nem az iszlám állat. Nem, ez 2008-2009. És az is úgy tudom, valami belga történet, de abban nem vagyok 100%-os. De egy kisebb ilyen ismeretlen ilyen 3 nevű kis csoport. Málint, köszönjük szépen, hogy vagy elmondta. Te már itthon azóta hazajöttél? Nem, én azóta is kín vagyok. Azóta is kín vagy. Azt hallani egyébként, hogy visszaállt az élet, tehát egy emberek ennek piacra, mindenki próbál ugyanúgy élni, köztereken vannak, jönnek, mennek, tehát úgy próbál. Hát azért Párizs az azért biztos más, mint mondjuk péntek előtt. Tehát, nyilván, hát az egész világ más, persze. De így vidékre, én egy kisvárosban lakom, így vidékre ez nem annyira nem hat le, tehát itt volt egy válságstáb, aztán a polgármesteri hivatalban a pénteken vagy szombat reggel, de így ilyen kisebb helyeken meg fogják erősíteni, ugyanúgy a vasútállomás, még kirendelnek még nem tudom mennyi rendőrt, és az országban azt hiszem, hogy valami 10 000 katonát fognak itt szétszórni napokba, keddig, úgyhogy jól tudom, azt hiszem 3 000 pár évben a többi megjönnek fel az országba, ezt nem tudom én meghatározni, hogy ez mekkora szám, hát annyira nem megy egy 60 milliós országban. De mégis a jelenlét, igen. Elég friss. Az emberek is ezt szeretnék, hogy minél több helyen lássanak, mert tegnap egy betárdás, pánik is. Igen. Az volt az első reakciók az azok voltak. Azt láttuk, arról beszéltünk, az elképesztő volt a tegnapi megemlékezés után. Hogy minél több is ilyen boltulajdonosok mondták, hogy valami legyen, inkább katonák legyenek az utcán, mint hogy ne tudjuk, hogy mi van. Igen. Bálint, nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad. Vigyázz magadra, köszi. Köszönjük szépen. Na, hívjuk akkor Nógrádi Györgyöt, jó, a biztonságpolitikai szakértőnket, hogy mondja el az összefüggéseket, beszélünk vele is. De jó volt valakit meghallgatni, aki ezért így az események közelében volt. Igen, rengeteg kérdés, amit ez felvet, maga az eset, hogy mi van ezután. Nem? És hogy reagál erre Európa? Nem, és ebben és mit mond? Nem ebben éltünk, egy olyan Európában éltünk, ahol ez nem volt így mindennapos, mert amikor hallottad, mit tudom én, afrikai eseményeket, vagy a közel-keletet, távol-keletet, hogy és mindig egy kicsit azt mondtad, hogy hát persze, ott így szokták, ott lövöldöznek egyet. Hát, érte? De az Európai Charlie Hebdo elleni merénylet óta szerintem azért az már még benne volt. De benne az volt is a levegőben. Az is más, mert ott lehet bármit mondani, de egy picit azért kihúzták a gyufát a fiúk, érted? És ott konkrétan oda mentek, azért mentek, mert megszületett a muzulmán hite elleni karikatúra. De itt nem szórakozó embereket öltek meg. Igen.
más. Igen. Egész más. Szerintem. Na, itt van velünk, no, abszolút, igazad van, persze. Persze. Az, mondjad, az ártatlan, igen. De én azt gondolom, hogy ártatlan emberek voltak, csak tettek valamit. Ők nem tettek semmit, akik most meghaltak péntek este. Hát igen, igen, persze. Tehát az, azon lehet vitatkozni. Egy ember tett valamit, meg egy újság megjelentette. De ugyanúgy a terrorról szólt, meg ugyanúgy egy dologról, ami az iszlám ellen irányult. Itt ebben az esetben ugye az iszlám állam elleni bombázások adták az ürügyet arra, hogy ezt a merényletet. De nem a bombázókat ölték meg, azokat a repülőgép pilótát. Ha tudták volna, hogy kik voltak, azok nyilván akkor hát a cél irányosan. Hát de akkor más a dolog. Nem, mert gyerekek, tehát a terrorizmus egyik lényeg, hogy mindig, hogy bárki, hogy ártatlanokat, hogy áldozatok legyenek, hogy veszélyben érez magad, hogy félni kezdjél, hát ez erről szól. Ez erről szól. Na, Nógrádi György, itt van velünk, jó reggelt kívánunk, hello! Szevasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Utolsó egy percet hallgattam, még és nem osztályozok. Még nem várok. Na. Rendben, igen. Gyorsan nézzük a kérdéseket, a legtriviálisabb kérdéseket, amik igen. Ilyenkor nyilván felmerülnek, de talán nem mindenki tudja ezt megválaszolni, hogy miért most, miért éppen Franciaország? Egy. Alapvetően azért most és azért Franciaország, mert a franciák rendkívül aktív szerepet játszottak a szíriai, iraki, tehát a iszlám állam elleni bombázásba. Líbiába előbb szálltak fel a francia gépek bombázni, mint ahogy ENSZ határozza született, és Maliba is részt vesznek a polgárháborúba. Kettő, mert Franciaországban van egy 10-12%-os muzulmán kisebbség, nem tud, nem akar integrálódni, óriási a hátránya a lakáspiacon, a munkaerőpiacon, az oktatásban, tehát gyakorlatilag most eldőlt, hogy Franciaország három, mert olyan mennyiségű terrorista van ma Európában, hogy lehetetlen megmondani, hogy melyik pillanatban hol milyen robbantás lesz. Ugye azt lehet hallani, hogy a francia muzulmánok között nagyon sok az úgynevezett frusztrált második, harmadik generációs fiatal, akiről te is beszélsz, aki nem tud beilleszkedni, aki nem talál munkát, akit nem szeretnek. Ez az ok lehet, amiért ők tulajdonképpen a saját hazájuk ellen fordulnak, és a saját honpolgárukat lövik le, ez is ok lehet, mert nem tudnak beilleszkedni, és haragudnak a saját hazájukra? Igen, tehát ő egy olyan identitás válságban van, hogy ő nem tudja eldönteni, hogy én most francia vagy algériai vagyok, vagy francia vagy marokkói. Tehát az első generáció bejött Franciaországba, boldog volt, lakása volt, munkája volt, tudott enni. A második, harmadik generáció ezen túllép, és nem tud úgy élni, mint egy francia. A legjobb iskolákra minimális az esélye, a legjobb állásokra minimális az esélye, hogy visszamenjen Afrikába, azt már nem akarja, és már onnan is elszakadtak a gyökerei. Tehát ez az egyik probléma. A másik pedig az, hogy attól kezdve, hogy az európai külső határok nyitva vannak, özönlenek be a migránsok, a migránsokkal együtt sajnos bejönnek terroristák, és ezt a folyamatot Európa nem tudja megállítani. Kettő adat. A német titkosszolgálat vezetője tegnap közölte, hogy amíg augusztus-szeptemberben 280 nyilvántartott terrorista volt Németországban, ez a szám fölment 420-ra, és tegnap nyilatkozott Hollande francia államfő, és Sarkozy Hollande azt mondta, hogy ma délután beszédet fog intézni a kongresszuson keresztül a nemzethez. A Sarkozy azt mondta, hogy új migrációs politika kell, nincs közvetlen kapcsolat a migráció és a terroristák között, de Szíria következménye a migráció, és együtt kell működni Oroszországgal, zárójel. Bekövetkezett egy nap alatt az, amire a világ képtelen volt 5 évig, a szíriai kérdésbe született egy előzetes megállapodás az USA, Európa és Oroszország közt. Tehát máshogy fogalmazva, végre történt valami. Az én problémám az, hogy ami történt, az számomra azt jelenti, hogy megkésve történt, és nem elegendő dolog. Tanár úr, csak egy kérdés itt az előbbi egy perces előadásodhoz, hogy azt mondod, hogy nyilván tartott terrorista. Így van. Ez egy létező fogalom. Tehát ha tudom valakiről, hogy terrorista és nyilván tartott, azt nem kell lecsukni? Igen, csak a problémám az, hogy a német jogszabályok is mások, mint a franciák. Nincs egységes európai. Szeptember 11 után az USA hozott jogszabályokat, ezt Európa mindmáig nem tette meg. A nyilvántartott terrorista azt jelenti, hogy én, mint német titkosszolgálat, tudom, hogy Európából név szerint 4000 ember ment ki a muzulmán állam, iszlám állam mellett harcolni. Német részről ő 740 emberen van, akinek tudom a nevét, 100 meghalt, múlt hónapig 240 tért vissza, ez a szám most megemelkedett, és 420 olyan emberen van, akiről tudom, hogy kint harcolt, az esetek jelentős részében gyilkosságokban részt vett, de rendkívül nehéz jogalapot találni, és jogi alapon eljárni ellene, tehát én, mint titkosszolgálat, követem, lehallgatom, de ez egy komplikált dolog. Azt mondta a német szolgálat vezetője, hogy az Al-Qaida idején 100 német szimpatizált az Al-Qaidával,
ezeket lehetett követni, lehallgatni, bepoloskázni, de jelenleg olyan mennyiségű ember mozog Németországba, hogy ezek figyelése is megvalósíthatatlan. Na tehát azért azt elmondhatjuk, hogy a francia titkosszolgálat a világ egyik legjobb titkosszolgálata. Hát azért ez egy bűnületesen nagy hiba, hogy ezt meg tudták szervezni, hogy be tudták hozni a fegyvert másik országból, hogy autópályán közlekedtek fegyverekkel robbanó szerkezettel. Tehát itt azért nagyon nagy hiba volt, nem? És igazatok van, és nincs igazatok. A francia titkosszolgálat a világ egyik legjobbja, ilna de. De három nappal ezelőtt Toulonban megakadályozott egy merényletet. Senki nem gondolta, hogy lesz egy újabb merénylet. Kettő, az amerikai titkosszolgálat egy nappal később megölette Líbiába az ottani iszlám állam vezetőjét, akiről kiderült, legalábbis amerikai adatok szerint, hogy ő szervezte a párizsi merényletet. Három, ha ezt az USA tudta, átadta az információt a franciáknak. Az amerikai műholdas hírszerzés a világon mindent lehallgat, mindent és mindenkit. Tudtak erről valamit, átadták-e? Tehát olyan mennyiségű kérdés van, nyilván a francia titkosszolgálat hibázott. Az, hogy ma fegyvert szállítok, ez nem probléma, hát Schengenen belül nincs ellenőrzés, különleges esetekben van ellenőrzés. És még egy, a titkosszolgálatok erejének a zömét leköti a migránsok figyelése. Tehát sokkal kisebb potenciális lehetőség marad a terrorizmus felszámolására. Még egy, senki nem számolt azzal, hogy ez lesz. Mindenki tudta, hogy lehet, de senki nem tudta, hogy ez aznap és Párizsba fog bekövetkezni. Mi a német válasz? Hogy Németországban nem az a kérdés, hogy lesz-e terrorcselekmény, a kérdés csak az, hogy mikor lesz. Itt tart jelenleg Európa. De ezt nem is értem, ezt a nyilvántartott terroristát. Hát én tudom, hogy ő potenciálisan az, akkor mit tökölünk meg? Mit hallgatunk mindig az európai értékekre, meg amíg nem tudom bizonyítani, hát a felmerül a gyanú, beviszem, bent tartom, aztán kiszedem belőle. Tehát Európának is föl kell ébredni, és lehet itt tényleg sokáig liberális gondolatokat hangoztatni, de hát ez jelen pillanatban ez most háború. Nem háború zajlik. Háború zajlik. Sajnos nektek van igazatok, kettő. Hát ha tudnak ezekről, miért nem viszik be őket? És miért nem jogilag nem tudja megoldani, ahhoz olyan jogszabályokat kéne hozni, mint 9-11 után az USA-ból. De Guantanamo-t, az USA megoldott a Guantanamo-t, nem? Igen, de Guantanamo kapcsán az ott lévő emberek zöméről azért kívül nehéz volt infót kapni, és akit továbbadtak többek közt Magyarországnak, ott kiderült, hogy teljes csőd a politika, mert ezek az emberek képtelenek beilleszkedni. Tehát amit az USA kért, hogy mindenki fogadjon be egy-kettő-négy foglyot, ez azt jelentette, hogy ezek a foglyok szétszélettek a világba, és a mozgásterük nőtt. Tehát nem volt sikeres ez az amerikai politika. Az igen, hogy Guantanamo, aki létezett, lecsukta, és x év múlva megkérdezte tőle, hogy egyébként hogy van. De ott is volt ellenpélda, amikor az egyik amerikai tiszt, aki muzulmán származású volt, agyonlőtt rengeteg embert, mert úgy érezte, hogy. Tehát jelenleg egyfajta háborúban állok, és ezt a háborút Európa nem hajlandó tudomásul venni. Elnézést, az én kérdésem rendkívül ostoba. Azt mondja Hollande, korlátlan háborút folytatunk. Rendben, tessék mondani, mikortól, milyen eszközökkel, ki ellen. Tehát nekem baromira elegem van ezekből a PR dumákból. Persze 24-48 órát mindenki a temetésről beszélt. Rendben, de a magyar miniszterelnök egy nappal előbb rendelte egy gyásznapot, mint az Európai Unió. Megint senki nem figyelt oda. Rendben, hogyan fogok fölépni a terror ellen? Mikor fogom lezárni a külső határaimat? Elnézést, ha én, mint Európa, odaadok 86 milliárd eurót a görögöknek, amiről tudom, hogy a büdös életben nem kapom vissza, akkor a minimum, amit elvárok, hogy a külső határaikat védjék, vagy ha ehhez is képtelenek, akkor engedjék meg, hogy Európa védje. Ha ott tartok, hogy Európai Unió azt tudja megállapodni Afrikával két nap alatt, hogy adok 1,8 milliárd eurót, mire Afrika fölháborodik, akkor valamit csináljak. A törökök csak erre az évre kérnek tőlünk 3 milliárd eurót azért, hogy a bázisaikon, a különböző táborokban a migránsokat ellássák. Tehát ugyan fokon ki vagyok szolgáltatva, mint Európa, mert nincs európai hadsereg. Elnézést! 9-11 után az USA bejelentette, hogy támadás érte, ezért a NATO 5. cikkelye hatályba lépett először és utoljára NATO történetébe. Franciaországot támadás érte. Egy kuk nem hangzik el arról, hogy ez a NATO elleni támadása vagy sem. Ha igen, akkor 28 országnak lépnie kell. Tehát utolsó megérzés. Én úgy föl vagyok háborodva, mi a francia válasz? Újra bombázok.
Tehát 14. hónapja bombáznak, és minimális eredményt érnek el. Ez nem válasz, hogy újra bombázom az iszlám államállásait. A válasz az, hogy szárazföldi erőkkel megsemmisítem az iszlám államot, és szétverem a közel-keleten a terrorizmust. Erről beszélni nem hajlandó sem. De miért? Nem értem, hogy miért? Azért, mert miért nem fognak össze, mennek oda? Lesznek, és félnek attól, hogy a következő választást elvesztik. Az Obama azt mondta, hogy mivel jövő november az amerikai választás, tehát egy év múlva ő nem küldhet csapatokat. Hát ezek olyan rövidtávú politikák. Na de az európai közhangulat az az, hogy menjenek csapatok és öljék meg őket. Igen, ki lesz itt úgy választás, hogy ne akar számolni az iszlám államot? Amíg a harmadik halottat haza nem hozott hullazsákba. Ez az európai közhangulat. Tehát nekem nagyon-nagyon fura az, hogy Európa élén olyan politikusok vannak, akik képtelenek stratégiába gondolkodni. Tehát olyan kijelentéseket tesz Juncker is, Tusk is, tehát az első és harmadik számú vezető, ami fölfoghatatlan. Tehát mintha nem éreznék. Hát a Juncker azt mondta, hogy semmilyen változtatást nem kell csinálni a migrációs politikában. Hol él? A Tusk azt mondta, hogy jelenleg ott tartunk, hogy Németország Európa történelmének legliberálisabb állama, de küldjön csapatokat a külső határvédelemhez. Akik menekülnek az iszlám fundamentalizmus elől, azok a saját otthonaikat azért hagyják el, amit mi most átéltünk hétvégén. Nem? Igen, csak azért tehát, egy probléma. Értem, de hogy összemosni őket, azért az meg a nagyon a másik véglet, amikor igen, azt mondom, hogy ártatlan százezrek és 10 darab terrorista az ugyanaz a százezres tömeg. Értem, nem így van? Ezt az embertömeget ellenőrizni kell. Kettő. Tök igazad. Azért annyit tisztázunk, hogy az év elején az Európába bejöttek 40%-a a Balkánról jött. Ott nincs terrorizmus. Jelentős része jön Afganisztánból. Jelenleg azt várjuk, hogy 7 millió ember indul el. Jelentős rész indul el Egyiptomból. Tehát teljesen más, aki Szíriából jön, és teljesen más, aki például Fekete-Afrikából. Fekete-Afrikából tényleg szörnyű helyzet. De Európa nem vállalhatja föl, hogy a világ minden gondját megoldja. Még egy. Jelenleg 4 helyre szeretnének menni a migránsok. Ausztrália, senki nem mehet be. USA, senki nem mehet be. Gazdag arab országok, senki nem mehet be, és marad Európa. Tehát azért ilyen buta politikát hosszú távon nem folytathat Európa. Neked van igazad, igen, Szíria esetében differenciálni kell, de a migránsok döntő része nem onnan jön, és ebbe a helyzetbe olyanok vallják magukat szírnek, akik egy kukot nem tudnak az ottani nyelven. Azért az is nagyon érdekes kérdés, és azért azt is meg kellene vizsgálni, hogy honnan a fenéből van az iszlám államnak ennyi mindene. Tehát embargó alatt állnak. Ugye? A lőszer azért csak úgy nem terem a fán, hogy azért nekem lőszerem már nincsen, kilőttem mindenkit, hülyére lövök mindenkit, de azért folyamatosan van lőszer utánpótlás. Folyamatosan van fegyver utánpótlás. Ez nem a pálma fán teremt, ezért valaki azért itt nagyon két kapura játszik, miközben mindenki el akarja pusztítani az iszlám államot. Oké, olajmezőket foglalnak el, csak nyomottáron tudják értékesíteni, nem valódi piaci áron. De honnan van mégis folyamatos utánpótlás? Egy. Ez egy érdekes kérdés, nem? Igen. 8 millió lakosa van most az iszlám államnak. 2. A területe akkora, mint Nagy-Britanniájé. 3. Egyszer mondjuk ki, hogy azok a szuniták, akik elfogadják az iszlám államot, azoknak nem lesz baja. Kinek lesz baja? Az ott élő keresztényeknek, sétáknak, és azoknak a szunitáknak, akik bármi miatt nem fogadják el. 3. Azért az iszlám állam pár hónappal ezelőttig nyíltan horribilis pénzeket kapott az öbölmenti szupergazdag szunita államoktól, miután óriási USA nyomás jött, hogy álljanak le, nem adtak több pénzt, mire ugyanaz a pénz oda megy, mint egyéni adomány, és azt mondja Szaúd-Arábia, hogy kérem, nálam demokrácia van, én nem tilthatom meg, hogy emberek pénzt küldjenek, fegyver. A jelenlegi világhelyzetben, ha neked tökéletes embargód van, akkor is tudsz mindent venni, ha pár százalékkal többet fizetsz. Tehát a hadipar a világ egyik legjobb üzlete. Következő, neked igazad volt, a kőolajat földgázt nyomotáron adják el, igen, de folytatnak szerkereskedelmet, emberkereskedelmet, ezekből horribilis pénzbe jön, és nagyon nagy pénzbe jön a műkincskereskedelemből. Tehát egyszer talán majd a világ tisztázza, hogy milyen műkincsek tűntek el, hova kerültek, kik azok a nyugati gyűjtők, akik fütyülve minden jogszabályra megvették, és horribilis pénzt fizettek az iszlám államnak. Tehát az iszlám államnak ma nincsenek anyagi problémái, ez a lényeg. Egy utolsó kérdés, nyilván mindenkit ez érdekel, Magyarország mennyire van fönt a térképen, ugye most Rómát hallani, Németországot hallani, Egyesült Királyságot hallani, mi mennyire vagyunk szem előtt, mennyire lehetünk szem előtt? Igen, egy ponttal kellett emelni a magyar fenyegetettségi szintet, azért, mert Franciaországban, tehát egy szövetségi államban merénylet történt. 2. Nyilvánvalóan nem vagyunk az első vonalban. 3. Nyilvánvaló Magyarországon minimális számú muzulmán él, 30-35 ezer, ezek döntő része itt végezte az egyetemet, itt házasodott és a felső középosztályban van.
ezzel együtt 100%-os biztonság nincs. Az alapvető célja az iszlám államnak az, hogy Európába a fehéreket és a betelepülőket egymásra úszítsa. Ezt baromi jól csinálja. Abba a percben, amerre élet van Franciaországban, az európai őshonos azt mondja, hogy én befogadtalak és ezt csinálod. Mire a túloldal azt mondja, hogy itt élek harmadik generáció óta, és nem fogadsz be. Tehát magyarul nő az egymással való szembenállás, máshogy fogalmazva az iszlám államot vagy felszámoljuk, vagy hurokba dugtuk a fejünket. Hát igen, igen. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, és hát nem szabad nyilván senkit hibáztatni, de hát azért itt meg kell nézni, hogy az integráció mennyire volt sikeres a franciáknál, hogy azért mi európaiak erről mennyit tehetünk. Szóval nagyon sok kérdés, nagyon összetett, és nincs, itt nincs fekete vagy fehér, az ember hozzám szok ahhoz, hogy kinek van igaza, igen vagy nem. Ez egy nagyon összetett, nagyon bonyolult dolog, nincs abszolút igazság, és mindenkinek van egy igazság. Ebben a félmondatban volt a nagy válaszod, elfogadom 4-es. Köszönjük szépen. Beszélünk. Köszönjük szépen, Nógrádi Györgynek, vigyázz magadra. Köszönjük szépen. Na, Ákos hírét meghallgatjuk, aztán beszélünk még erről. Jövünk a hírek után. Kettő perc van pontosan. Ja nem. 7 perc van pontosan. 7 perc van pontosan, 9 óra. Elhúztuk a beszélgetést, de hát érdekes, érdekes dolgokat mondott a Nógrádi, hát kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Ebben is látszik a bonyolultsága az ügynek, hogy nagyon. Ezt nem tudott 3 perc alatt átdugni. Nem. Így van, úgy van, kész, puf, mehetünk. Sajnos borítékban. Ez a megoldás. Fogunk mi még erről beszélgetni. Igen. Fogunk mi még erről beszélgetni, és hát valóban nem túlzás. Igen, a pápa mondta, hogy ez már a harmadik világháború. Hát igen. Tehát, hogy ez elképesztő, már nem arról szól majd, ugye, hogy két nagy ország egymásnak feszül, hanem itt már mindenki háborúzik tulajdonképpen mindenkivel, a nyugat az iszlámmal, az iszlám Európával. És hát ártatlan áldozatok mindenhoz. Csak idézőjelbe, ezt nyomatikusan mondom, hogy idézőjelbe sajnos, ez nem ilyen nyílt sisakos világháború, mint a második, mint az első volt, hanem ez ilyen nagyon fura, nagyon alja, nagyon mocskos, nagyon igen, csak abban aljas eszközökkel vívott háború. Abban a Nógrádinak tényleg igaza van, hogy olyan, mintha a nyugat még mindig nem látná, vagy nem ismerné be, vagy nem mondaná ki, igen, hogy egyszerűen totális háborúban állunk az iszlám állammal, a radikális iszlámmal, fontos, hogy a radikális iszlámmal, és nem az iszlámmal, és egyszerűen lépünk, összefogunk és lépünk. Tehát, hogy még így tudod, így mi kell? Mi kell? És ezt nem azt mondom, hogy akkor kerítés mindenhol, nem ezt mondom, én nem ebben látom a megoldást. Mert ha te ilyen erőszakot látsz az utcán, ugyanúgy meg kell értened, hogy az a 100 000, aki elmenekülő, pont azért menekül, mert ő minden nap ezt élt át ott, ahonnan jön. Tehát, hogy nem szabad őket összemosni szerintem a terroristákkal, de hogy itt senki nem mondja ki, amit még a Nógrádi, hogy egységesen itt vagyunk, megindulunk, hát nem lehet őket megsemmisíteni, hát azért ezt hogy van? Nem? Így van. A menekült áradat az egy esély, egy lehetőség a radikálisoknak arra, hogy beszivárogjanak Európába, de nem a menekült áradat az oka. Így van. A hát terrorcselekményeknek. Csak az a szomorú egyébként, hogy az iszlám államot, mondjuk a katonai potenciáját el is pusztítják, és most mindegy, hogy bombázással, vagy katonai intervencióval, szárazföldi csapatokkal, stb. Sajnos benne van a pakliban, hogy maradni fog ott azért még jó néhány olyan szimpatizáns, meg néhány olyan túlélő, vagy olyan radikális, aki később is adott esetben egy a testére szerelt bombával besétál majd egy hipermarket, vagy egy bevásárlóközpontba. Igen, az eszme megmarad. Az eszme megmarad, az eszmét kell kiirtani. Igen. Na, mutatjuk a hármas ugrás beugrót, figyelje mindenki. Jó, ezt kell kitalálni. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Hát ebből elég sokat játszunk, ezek nem nehezek. Mutatjuk még egyszer. Sok ismerős. Az eleje nekem elszaladt, de az eleje harmadiktól jó vagyok. De utána megjött egy kettő. Igen, 5 perc pontosan 9 óra, írjátok meg, mit hallottatok. 2 darab dal, vagy 2 darab előadó, bármi jó nekünk. Jó, küldjetek el, mi pedig jövünk Ákos hírei után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, hétfő reggel van, és hát folytatjuk. Folytatjuk a Morning Show-t, Nógrádi Györggyel beszélgettünk hosszasan, és még utána itt a stúdióban is mindenki magával. A legfrissebb hírek szerint egyébként, ezt ebben a pillanatban kaptam, hogy a francia hatóságok azt mondják, hogy nem a Szír útlevél tulajdonosa volt ez egyik öngyilkos merénylő, vagyis egyelőre nem bizonyított, hogy ő a menekültekkel együtt lőtt, és egy feltételezés szerint a merénylő már régóta Európában tartózkodhat.
tehát, hogy nem biztos, hogy a merénylőkkel jött, a menekültekkel jött. Na, és erről beszélgetünk, hát nyilván ma mindenki a munkáján is továbbiakban erről beszélget. Nagyon sok poszt van, olyan poszt, akik arról árulkodnak, vagy azt írták meg, amit ott átéltek, van egy lány, aki leírta, hogy hogy tudta ezt az egészet túlélni, hát ez egész egyszerűen elképesztő, azt elolvasott, hogy ő hogy bújt el, és hány óráig keresztül tetette magát ha halottnak, és mi történt, és közben mire gondolsz? Végig a szeretteire, azokra az emberekre, akik fontosak voltak a számára, mert hogy nem adja meg azt ezeknek az embereknek, hogy rájuk gondoljon, miközben ő gyakorlatilag a halált várja, ő nem fog velük foglalkozni, azokkal akar foglalkozni, igen, akik szeretik őt, és szerették, és sokat gondolnak rá. Ugyanakkor ez azért is nehéz, mert tényleg, szóval ugye van egy ellenségkép maga az iszlám állam, és mindenki azt mondja, oké, számoljunk le velük, menjünk el, de hogy maga a csalódottság, a hit, az ő hitrendszerük, a szellemiségük, az pedig már ugye több generáció óta itt van Európában, tehát valami olyannal kéne leszámolni, amiközben már köztünk él. Az értékkülönbség, az európai értékkülönbség, az iszlám és a kereszténység közötti különbség, az, hogy ezen generációk már csalódottak és haragszanak a saját országukra, azok már országon belül vannak. De hiába számolsz le az iszlám állammal, nem? Ha itt él két-három olyan generáció, aki már nem találta meg a helyét, és kitaszítottnak érzi magát, nem fogadtuk be, az integrációs politika megbukott, tehát hogy ez ezért baromi bonyolult helyzet, mert nincs az, mint régen, hogy voltak a jók, voltak a rosszak, első világháború, második világháború, nem, meg volt a jó, és meg volt a rossz, és voltak a szövetségesek, és volt egy frontvonal, a náci Németország, volt egy frontvonal, oda kellett egyik menni. Oldal, ezek álltak, a másik oldal azok álltak, nyílt sisakos küzdelem volt. Tehát, hogy nincs, nem úgy értem, hogy nincs meg jó, meg rossz, de hogy nem, megvan a rossz maga az iszlám állam, meg minden, amit képviselnek az orosz, nem így értem, hanem, hogy nincs egyértelműen beazonosítható helyen a rossz, így mondom. Nincs fekete, mert nincs fehér. Nincs fekete és nincs fehér, igen, ez a jó. Ha most az iszlám állam elpusztult, tételezzük föl, akkor azok az emberek, akikről te beszéltél, a harmadik generációs betelepültek Franciaországban, Németországban, Svédországban, akiknek van bajuk, mégse integrálódtak oda, azok vajon akkor nem tudnának kihez fordulni? De, és valószínűleg meg is fogják őket találni, hogy más szélsőséges gondolkodásmódú szervezetek, akik a politikai hatalomra vágynak, akik a saját pecsényéjüket sütögetik. Hát azért itt Franciaország esetében is tudni lehet, ugye, hogy ott van egy több milliós muszlim kisebbség, de ebből a kisebbségből csak mondjuk 2-3 ezer az, aki radikalizálhat, vagy radikalizálható. És az iszlám állam is ezekre a fiatalokra repül rá. Tehát, hogy nem szabad elfelejteni, hogy az iszlám államnak semmi köze nincsen gyakorlatilag az iszlám. Ők csak felhasználják a vallást, meg felhasználják a hitet arra, hogy a saját kis pecsényéjüket sütögessék. És azért azt mondjátok meg nekem, hogy amikor például máshol halnak meg ártatlanok, akkor miért nem reagálunk erre ugyanúgy? Messze van, azt mondod. Messze van? Igen. Tehát amikor azt hallod tényleg, hogy mondjuk valaki Beirutba robbant, ott néhány nappal ezelőtt. Meg ott mindig robbantanak, megszoktuk. Temetésen, és meghalnak ártatlanok. Akkor Európa miért nem beszél erről? Miért nem mondjuk azt, hogy igen, ők is ártatlanok, ők sem tehetnek semmiről, ők ugyanúgy egy kávézóba ültek, rossz helyen voltak, csak messze van Beirutban. Hát már a panorámában is erről beszélt a Krudinák. Hogy Beirutban mindig robbantanak. Mindig robbantás. Azok ebben élnek, azok már másban nem is tudnának, meg ilyen teljesen demagóg dumákat fogalmaznak meg az emberek, és egyszerűen megszoktuk. És nem, csak akkor kezdünk empatikussá válni, amikor mondjuk egy európai ember hal meg, aki ugyanolyan, mint mi vagyunk. Mert ők nem ugyanolyanok, mint mi. Így gondolkodik a többség. Az utolsó fegyver. Na, de hát akkor az európai, tehát akkor van baj velünk is. Van, hát. Érted, hát persze, hogy van. Igen, csak kicsit megnyugodtunk, az utolsó nagy fegyveres konfliktus, második világháború. Érted, ami tényleg annyira nagy volt. Az egyes országoknak a kisebb belső, vagy akár mondjuk nem csak kisebb, nem csak belső konfliktusait nem számítva, a második világháború volt az utolsó ilyen nagy. És most megint történt egy olyasmi, mire azt mondod, hogy úristen. Hát még Beirutra azt mondod, hogy a gyerekek, tényleg, amit a Jani mondta, hogy Krudinák is azt mondta, hogy így van, aztán igen, azóta is lőnek. Így van. Szóval nehéz. És az is érdekes egyébként, amit ez még kiváltotta, erről ma már beszéltünk, de egy mondatot szerintem ez is megér, hogy az, hogy valaki lecseréli a Facebook profilképét francia nemzeti színekre, az miért bánt valakit? De ez bántott embereket? Figyelj, olyanokat kaptak. De ezt nem tudom, tárokat az Instára is kitettem, hogy képet írtam az egyébként. Tehát ez miért baj, vagy ez kit zavar? Ezt kérdezem én is. Hogy most azt igen. Mondod, hogy akkor miért kell velük, igen, miért kell velük lenni, miért nem voltunk az orosz gép lelövésével, és akkor te most miért teszed ki, meg miért de az illető, aki egyébként ezt kírja, megváltoztatta annak idején a Facebook profilját az orosz trikolóra színeire. Nyilván soha nem változtatnak semmit, csak hogy egy ilyen esetben is tényleg elő lehet venni
menni a gyűlölködést egymással szemben. Igen, na ezért kell nézni a Homelandet. A kutya fáját, hogy egy kicsit már üdítőbb dolgozott. Most már ezt megvárom. Üdítőbb dolgokra veszünk, hogy ne ez határozza meg a reggelünket, bár mindenki elég nyomott állapotban van, de a Homeland 5. évada pontosan erről szól. Pontosan erről szól. Hogy mi történik Európában, hogy mi történik az iszlám állammal, hogy mennyire nem egyértelmű a dolog, hogy mennyire nehéz, ezért zseniális ez a sorozat, én ezért nagyon szeretem. Aha. Az 5. évad az már kifejezetten csak erről szól. És ezért érdemes nézni a kisvárost, mert akkor még ütőképes volt a honvédség. Igen. Jaj, de jó egy kicsit nevetni. Na, jó, már zárjuk ezt, beszéltünk erről elég sokat most már. Gondolom, hogy mindenki egy picit szabadulna ettől, vagy beszélhetnénk. Máshol is csak nehéz, nyilván hát műsorkészítőként az ember érzékenyen reagál, és így valamikor nincs annyira kedved nevetgélni. Hát ez most lehet, hogy megy ilyen nap, de hát meg lehet ezt nekünk bocsátani. Sokat nevettünk a múlt héten. Hál' Isten azért volt vidámság. Volt vidámság. Na, viszont eszembe jutott valami, és elgondolkozhatnánk az ötletem, bár nem tudom meddig jutna és mennyire életképes, de hát ha tudunk belőle valamit csinálni, hogy talán az egyik legnézettebb műsorát indítja újra, illetve sokadjára már ugye a közmédia, ez pedig az év dalát keresik újra. Hát ez az Eurovízió. Hát megyünk, megint. Ez az Eurovízió, ugye? Az év dala. Újra. Igen, igen. Újra van lehetőség, hogy valaki olyat juttassunk be, akivel igazából tudunk azonosulni. Aki kicsit a miénk, akivel tudunk azonosulni, és akinek nagy esélye lenne kint. Én nem akarok szomorú dalt idén. Én sem. Már nem akarok szomorú. Nem, most már ne énekeljen nekem arról valaki. Nem akarok. Van elég szomorúság a világban. Én egy vidám dalt akarok oda küldeni. De vicces ez, vagy csak egy ilyen pozitív érzésekkel átítatottat? Melyiket? Vagy én legyen humoros? Nem tudom, én azt akarom, hogy amikor a magyar versenyző fel fog menni majd az Eurovíziós Dalfesztivál színpadára, én azt akarom, hogy fülig szaladjon a szám. Én ezt évek óta mondom, tudod? Hát akkor... elolvastam a nevezést, és nagyon érdekes, mert leírják, hogy kik nevezhetnek. És arra gondoltam, hogy még nem tudom, hogy milyen formában is, majd úgyis sokkal jobb ötleteitek vannak, hogy valahogy egy dalt, egy előadót, valakit, de ne úgy, hogy ő nem tud róla, meg ne úgy, hogy mi nem szólunk arról, hogy ő a mi emberünk, aha, hanem készítünk egy dalt, akármit is kicsit beleéneklünk, és elindítjuk. És megnézzük, hogy meddig jut. Tehát azt akarod mondani, hogy már eleve, tehát hogy tegyük esélytelenni a dalt azzal, hogy beleénekelünk. Nincs elegetek a nagyon cuki, meg imádom Bogi, meg Bugi, meg Nagy Ő, meg Kompakt Diszkó, de tényleg nem visszük el ezt egy kicsit más irányba, és nem indítunk el, hát ha eljut a végéig egy teljesen más típusú, más mentalitású, hát más felfogású, figyeltek, más szellemiségű dal. Nagyon tisztelem, nagyon szeretem azokat az embereket, előadókat, nőjét, akik a világ összes fájdalmát viszik a hátukon, de most ne, léci, most ne. Most ne, nem akarok egy magyar. Igen, a gyönyörű szép, fantasztikus, tényleg, már nem. Nem, már most ne, léci, ne. Pici jó kedvet vigyünk már oda. Uh-huh. Jó, olyan kevés van belőle. Tehát akkor Szinti Boly, akit te évek óta futtatsz, hogy legyen ő? Nem tudom, nem vagyok benne. Vicces? Nem nagyon biztos. Nem, vicces, de ő egy dal tud. Aha. És az se jó. Az se jó. Minek kell megfelelni? Mondom, ahhoz, minek kell megfelelni, ember, figyelj. Ember ott legyen. A benevezett dal nem kerülhetett kereskedelmi forgalma vagy média felületre. Még nincs kész, tehát nem kerül. Igen, de ezt könnyű elintézni, érted? Senki nem akar játszani minket. Dal hosszúsága legalább 3 perc lehet, meg vagyunk. Nem írunk hosszabb. Nem írunk hosszabb. Jó, így van. A mai trendeknek megfelelően majd 30-szor elmondjuk a refrént, és írunk 2 sor verzét. Csak olyan énekes vagy együttes jelentkezhet, akinél korábban már megjelent zenei albuma, vagy országosan játszott rádió, illetve televízió felvételre, rendelkezik lemezkiadóval és hivatalos zenei menedzserrel kötött szerződéssel. Hát ez nehezebb. Találunk valakit, lejátszuk egyszer a dalt, akkor már korábban játszottuk rádió, illetve televízióban, ha egyszer leadjuk ezt. És megvan, menedzsert szerzünk. Így van. Zenei album. Hát zenei album. Találunk egy fókuszforgatást. Az is már megvan. Szerintem menedzsert is tudunk szerezni, ez az ország tele van önjelölt menedzserekkel. Igen. Színpadi produkció minden részének be kell tölteni a 16-ot. Meg vagyunk a dalok előtt. Magyar állampolgárok, vagy magyar anyanyelvűek lehetnek. Hát hú, de csúnya ez. De ez is megvan, akkor jól van. Elfogadják az Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi nemzeti döntőjét a dalok, nem az előadók versenye. Tehát mindegy, hogy kit küldünk. A lényeg, hogy jó legyen a dal. Igen. És hogy Filipéknek is tetszen.
Hát, azzal lesz baj. Az már. Az igen, én is azt gondolom. Van ott egy-két olyan ember, aki nem a mi emberünk. Így van, Jenőnek nem fog tetszeni alapból, tehát bármit is küldünk. Aztán, hát ott vannak még, ki lesz? Most a celebek részéről, vagy az énekesek részéről lesz ott valaki a zsűriben, tudjuk hát, már? Elméletileg úgy van mindig, hogy a tavalyi győztes, aki ott lesz kint akkor, volt, ott, jó, aki képviselte a hazánkat, ő van. Jó, játsszuk le gyorsan. Na most, lát. Mikortól szavaznak az emberek? Tehát ha mi dalunk ott van, azt még kiszorhatják úgy, hogy be se jut az élőbe. Így van. Uh-huh. Csúnya dolog lenne. Csúnya dolog lenne. De hát azt az... még ugye nem a nép dönti el, azt még a zsűri nem. dönti el, hogy uh-huh. mennyi 30 dal kerül be. Hát 30 csúnya 40. dolog lenne, hogyha nem kerülnék be, de még csúnyább dolog lenne naponta kereket cserélni, mert valaki reggel kiszúrja. Szerintem ez jó irány, amit nyomsz, így biztos nem vagyunk. Nem, nagyon rossz dolog a kromofák, szörnyű dolgokat tud nyelni. Van. Nem tudom, hallottátok-e már... Kiszedni a kakit a postaládába? Még ki se találtuk a dalt, meg sincs a dalszerző, de finoman megzsaroltuk a zsűrit. Tehát egy pillanatok alatt eszközeink meglehetősen radikálisan. Hát muszáj erőt mutatni. Muszáj erőt mutatni. Figyelj, egy kedvenc Bart Simpson vagy Simpson család részembe hangzott el a következő mondat egy helyi mafiózó részéről, hogy bármi előfordulhat, még az is, hogy baleset történik. Például megölnek valakit. Igen. Na, hogy még itt van a mi drága Petink, olyan régen beszéltünk vele, meg olyan régen használtuk őt, meg ő is ezer felé van, de hogy csináltatunk vele egy dalt, mert talán mondjuk mi kicsit beleéneklünk, vagy nem éneklünk, ezt kitaláljuk. Vokálozzunk már. Vagy belevokálozunk egy kicsit, vagy beleíratunk magunknak egy sort. És benevezzük ezt a dalt. És megnézzük, meddig jut. Megmutatjuk a dalt a hallgatóknak, lejátsszuk sokszor, aha, népszerűsítjük, majd benevezzük november 15-ig, ugye nem? Micsoda? Meddig? November 25-ig, tehát nincs sok időnk. Nincs sok időnk. November 25-ig kell benevezni a pályázati felhívásra. Kell egy manager. Az van a Petinek. Persze. Az van. Együttes előre korábban megjelent zenéalbuma. Van zenéalbuma, országos rádió játsza. Játszott a Petinek. Tökéletes ötlet. Jó. Meg is vagyunk. Ez biztos, hogy ő a jó arc. Persze, csak hát ez egy dalverseny, és a Peti kiváló dalokat ír, nekünk nem kell az arc, hiszen a zsűri is mindig azt mondja, hogy nem az előadó számít, hanem magaddal jó legyen, szórakoztató legyen, jó és szórakoztató dalok ritkán születnek. Aha. Ha mi benevezünk egyet, ami jó és szórakoztató és vicces, miért ne? Akkor nem számít a Peti. Persze. Néha, de ha mi vokálozunk, akkor nekünk oda kell menni a tévé felvételre is, gyerekek. Hát nem biztos, hogy az mehet. Az nem, nem akarom, az megy majd hard disk recorderről. Aha. Jó, tehát úgy leszünk háttér. Vagy legyünk akkor a háttérbe vokálban. Ne legyen nagy hátadat, tehát mit tudom én, érted, valami kis csúlyog, Peti valami hasonlóba fog utazni szerintem már. Szinte itt hallom a fülőben valami hasonlót, hogy hú de teli van a diszkó, izzadok is, mint a disznó. És akkor mi itt jövünk be, és ezek leszünk. És akkor itt jövünk be. Tehát, hogy miért ne tegyük ezt az egész Eurovíziót egy kicsit vidámabbá, egy kicsit közelítsük meg úgy, hogy legalább egy olyan dal legyen ott, ami szellemiségében nagyon más, mint a többi, mert tényleg sokan mi összefogás, meg sírunk, meg együtt éneklünk, meg hú de jó, de hogy mi nem ilyen dalt készítünk. Kicsit obszcén, kicsit beszólogatós, kicsit formabontóbb, amilyen Peti egyébként, és Peti dalai, mi kicsit beleéneklünk, és ezt benevezzük. De nem mulatos legyen már. De se? Legyen mulatos. Hát miért? Mulatos a néphez elér. Ez így van, így van. Meg kellenek a szavazatok. De az a baj, hogy hát bárcsak eljutnánk odáig, amikor már szükségünk van szavazatokra. Ja, mondjuk ez. De túl kell jutni egy rostán. Ki van a zsűriben? Filip? Jenő? Ajajajaj, ott baj van. Piero? Ott nincs. Rúzsa Magdi? Rúzsa Magdi, de Rembogi lesz helyette? Nem. Nem, most már nincs az, hogy aki nyert. Kaptuk az információkat. Nincs. Akkor Rúzsa Magdit imádom. Jó, nagyon cuki. De most ez nem azért van, hogy jutassa tovább a dalunkat, de tényleg. Legyen jó színpad. Én nagyon örülnék valami hasonlóan, mint tavaly láttam talán a köpülő lányok a színpad szélén. Az nagyon tetszett. Ez nagyon bejött nekem, majd tartunk castingot a Hunterzben. Igen, vajat köpülő lány volt a színpadszélen. A Hunterzben. Jó, csináljunk egy ilyet, adjuk ki Petinek, hogy írja meg. Mi kicsit énekeljünk bele, és mutassuk meg a hallgatóknak, döntsék el ők, hogy menjen vagy ne menjen. Mondják ki ők az ítéletet. Ha aztán, srácok, engedjétek el, ez nem olyan, ne menjen, nem megy. Ha látjuk az SMS-ekben, hívásokban, hogy tetszik, akkor viszont benevezzük így ezt van. A dalt. Aztán jut, ameddig jut. Persze. Legalább elmondhatjuk, hogy lesz ott egy dalunk. Így van. De hát, hogy legalább megpróbáltuk. Nem biztos, legalább hogy megpróbáltuk, lesz, de... igen. De az egyeztessenek előre egy fényezővel. Jó, hát ha elkaszálok. Lehet következmény. Most még nem, majd ha már jött a hír, hogy nem jutunk tovább. Hát, alapján minden pályázati kiírási feltétel teljesítünk, nem?
Meg tudunk felelni mindennek. A dalok szövegelőadás mondja nem csorbíthatja sem a dal, sem az Eurovíziós Dalfesztivál jó hírnevét. Politikai tartom, gyűlöletkertő, szemérem sértő dalszöveg. Gesztus, látványelem, káromkodás az ipari produkcióban nem engedélyezett, nem akarunk káromkodni. Dehogy akarunk mi káromkodni. Szemérem sértő dalszöveget is tudunk úgy írni, hogy igazából nem úgy írjuk meg, csak oda hallod, ha akarod. Hát ennek van példa erre. Mestere. Hát, de szép dalok születtek. Hát most figyelj, szemérem sértő vagy nem? Emlékeztek erre? Figyelj. Én valami hasonlóban gondolkodom, amit jó kedve lesz az országnak. Figyelj. Szemérem sértő? Eddig még nem. Figyelj. Vagány csajszi a szepesi Niki. Ilyen dal kell, gyerekek. A ruha alól lóg a bikiniki. A bikini alatt mézes köcsög. Gyere, Niki, hadd fogjam a csőt. Kis kezedet. Nincs jobb kedved. Minden viszi. Nem egy ilyen dal kéne előadni az Eurovízió? Ráúszással mennek rá a piros pöttyös labdátra. A mosolya ártatlanul kedves, de odalent állandóan nedves. Szemérem sértő? A pasikat ő annyira mahinálja, hogy teljesen elkopik a vagány, az biztos. A könyvelagás egyenesen bukta. Ha csak az veszi, aki még nem dumált vele. Ennyi. Ilyen dalt akarok az Eurovízióra. A csapat a világba. Mindig van egy sportoló a pici szobácskádba. Mindegy neki Finnország vagy Bosznia. Csak bárhová megy, legyen kivel tosztot sütni. Mindegy neki egy. Ebben nem tudnak belekötni. Tökéletes. Nem tudnak belekötni. Ez kell nekünk. Végre egy kicsit nevetnénk, jól éreznénk magunkat. A rúdugró rudjával a szertárba. Az atléták akkor járnak kedvébe, ha gerelyeket hajítnak a segédedzőre. Mellenhátos egy kis gyors a végére, s ha elég az a ráadás a végtelenségig. Ez ilyen jó, nem is emlékeztem. Ugye? Ez zseni. Mondjuk a külföldi piacon nehezen állja meg a helyét, de hát az kit érdekel. De nem baj, ez nem baj. Nekünk azt kell sugallni, hogy mi szeretjük, hogy vidámak vagyunk, hogy egy ország érti ezt, és nevet rajta, és végre nem szomorkodik, és nem világ megvált, és moralizál, hanem egyszerűen csak jól érzi magát. És van egy dal, amit szeret. Nem? Persze. Hát, jó a hangulata, az egész országot feldobja, van kiért izgulni, tök jó. Most a sírva vigadásból inkább szavazunk a vigadásra, jó? Mert az is lehet nő. Nagy utazás, azt mondtad, hogy... De ne, légy színe. Az is jó, az is tökéletes, 10 pontos a maga nemében, de most inkább vigadjunk. Vigadjunk még egy kicsit, figyelj. Beszél az már picit ciki, arra vágyik ő otthon a kis ágyon, hogy úgy meghajtsák rögtön be is pirosodjon. Az újságírók leírják a dumádat, ha megkapják egy órára a nudli receptedet. A rádióban én is téged nyomatlak, cserébe majd egyszer jól lesz. Szólítalak én! Én szeretem a Petit. Kedvi áll a füled úgy ki. Nyakadra puszilok. Az orrom már nedves, mint a tacskónak. Hát feszülj neki, arca jól a szalavolán buszának. Ne tiltakozz, aki kopog, engedd be. Neki futásból megyek a segesvári várba. Már kész vagyok, ennél tovább nem várhat. A szemedbe célzom be, a spuri innen gyorsan. Akardozók jó sokáig tudják. Nem is emlékeztem a második részre. Akadjukat sűrűn oda dulakodják. Ha anyagilag bekerülsz a válságba, kardnyelőnek elmehetsz a vásárba. Valamilyen, valamilyen. November 25-ig legalább küldjük el, aztán megnézzük, hogy ez már egy másik. Megnézzük, hogy mit mondanak. Van indoklás, hogy köszönjük szépen, de nem is ezért, vagy azért, vagy csak egyszer nem hívnak vissza. Kell írni. Csak, aha. Igen, hát van csak egy e-mail címet megadunk a végén, igen. Hogy észrevételeket, támogató javaslataikat, kedves zsűri, természetesen az alább említett e-mail címre várjuk, és nagyon örülnek, és hálásan fogadjuk. És morning show. Hát valamit mondjanak. Persze. Tisztelettel a morning show. De mi majd csak annyi, hogy nem, Jenő. Azt értjük, de azt meg lehet, azt megértjük. Az elmúlt pár évre az való tekintettel, amikor együtt dolgoztunk, és viszonyunk nem mindig volt felhőtlen, megértjük. De van ott még másik három ember, aki akár még kedvelet is bennünket. Nem? Vagy másik négy ember. Feltételezem, még talán szeretnek is. Most töröltem ki a számotokat, Filip. Meg hát mi az, hogy Jenő azt írja, hogy nem, hát ez nem egy szubjektív döntés, hát csak a dalt kell, hogy figyeljék. Nem nézhetik meg azt, hogy ki van-e mögött, Jani, Feri, na jó, biztos, na jó, ott a Balázs, és na jó, biztos nem.
El kell küldeni. El kell küldeni. El kell küldeni. Beszélünk kell a Petivel, meg fogja csinálni. Ezen a színvonalon. Ha fura is a hátszak. Ha fura is a színvonalon, igen. Gáspár, azt itt láttátok most? Én láttam. Tehát. Gyerekek, azért. Itt a felét láttam, mert a meccsig néztük. Charlie Kane nem mondta, hogy nem volt jó. Charlie Kane azért mindig. Az és van, a hot stuff, vagy mit énekel? Az nekem nem tetszett. Az nekem nem tetszett. Az utolsó, amikor átöltözött, ilyen parókar nagy, az nekem nem tetszett. Na, az nagyon bár. Hot stuff volt? Nem tudom, mi volt. Az vásári volt. Tehát, hogy az vásári. Egy ilyen, az olyan volt, még az így haló, hol nem mindig nőnek költözik, abban így nem volt semmi. De... A Charlie-t nagyon levette az összes mozdulat, ez a kézremegés benne, a hang, az tényleg. Jó, de azt Mokkencs is levenni. De ő más miatt remegne. Igen, Smokkencs más miatt remegne. Zseniális volt. Zseniális. A Tóth Gabi is nagyon jó volt. Ugye Varga Miklós volt. Elképesztő volt. Hát ők ketten a hátukon viszik azt a műsor. Igen, de hogy a Gáspár Laci hogy tudta így eltüntetni a saját hangját egyébként ebből a produkcióból, és csak átmenni Charlie-ba, az valami elképesztő volt. Valami elképesztő volt. Akkor indítsuk a Gáspár Lacit is. Hát, hogy is nem sokan indulnak, a nem? Indítsuk a Gáspár Lacit 4 dallal. Átmaszkírozva, igen. Na jó van, játszunk egyet, itt van már is a játékosunk, hármas ugrást játszunk. Ezt megállítjuk. Igen, azt beindítjuk, ezt világít, ezt kikapcsoljuk, és azt megnyomjuk. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló! Hello, sziasztok! Szia! Hello, Dorci! Sziasztok! Hello, Dorci! Mi volt a beugró, ez a legfontosabb, mondta, hogy mit hallottál? Hát én a Pinket hallottam, Raise Your Glass-t és a Drive By-t. Úgy van. Úgy. Jó. Igen. Úgy, mi is ugyanezt hallottuk. Volt Balkán Fanatic, Timbaland, Train, Pink. Igen. Így mosogatás közben ez a kettő jön. Mosogattál. Igen. De jó, és az ez még a tegnapi? Hát nem, ez már a reggeli. Beszoktad ezt? Már a reggeli. Ja, így akkor van. Csak egy két csésze volt, nem? Hát egy-két csésze, egy-két tányér, bizony. Próbálok meg, reggeli, nem hagyom. Próbálok meg hidat verni kettőnk közé, mert nagyon szimpatikus a hangod. Köszi. Az mi volt az a Skype-ban, amit mondtál, vagy ez mi volt? Drive-by. Train-től. Ja, Train, jó, megvan. Idegesítő, igen. Igen. Idegesítő, micsoda? Nem, hát szerintem már kicsit sok volt mostanában abból a dalból. Ugye az elmúlt egy-két évben sokat játszottátok ti is. Aha, nem, abszolút. Nem, ez nem jellemző rá. Nálunk nincs ilyen. Nem is, ez teljesen elhatárolódunk, és ez abszolút nincs is ilyen, és kikérjük magunknak, és igen. Hát egy kis Cinti Boy azért jobb. Ó! Ismered Cinti Boyt? Hogy ne ismerném? Megvan persze. Az összes lemeze. Most tesszük össze a nevezést az Eurovízióra. Most fogjuk. Valamivel benevezünk mi is. Mindenképpen, szavazok. Helyes. Dorci, mivel foglalkozol? Marketing ügynökségnél dolgozom, pont most értem be ebbe a pillanatba, úgyhogy nagyon jókor hívtatok. Most értem. Még majdnem az utcán kaptatok, úgyhogy most már bent vagyok. Menedzseléssel foglalkoztok? Foglalkozom. Nagyon jó. Meg is van a menedzser. Nagyon jó. A marketing részét elvállaljuk, igen, mindenképpen. Kötünk egy szokásos magyar szerződést, háromsor egy szalvétára. És így aztán... van. Igen. A Wolf Kati pont írt annyira, hogy a vokál élőben megy, úgyhogy kössétek fel a gatyán. Csak mondom, hogy ott hát így van, akkor már meg is a csajakivel megyünk. Kösz, hogy írták. Kösz, hogy írták, Kati, meg is Kati. Van a nő. Igen, most írt, igen. És mit csinálsz ezen a munkáján, Dorci? Mi ez pontosan, hogy marketinggel foglalkozol ezen belül? Igen, ennek az online részével foglalkozunk. Online. Igen, most nem fogom mondani a közösségi hálózatokat, de a Google azért azt meg a lehet barátod. Említeni, hogy ő a barátunk, így van, úgyhogy főleg ezzel foglalkozunk, illetve weboldalaknak a rendbetételével. Uh-huh. Van munkánk, maradjunk annyiban. Van munkátok, helyes. Jól igen. Van. Jól van. Oké, milyenek a kérdések, Jancsóval? Könnyű kérdéseket raktam. Igen? Össze. Igen. Hétfő reggelre. Hétfő reggel? Persze. Igen. Nem akarod terhelni az országot? Laza lájtos, hétindító kérdés, sorocska. Na nézzük az első kérdést, figyelj, Dorci. Melyik városban játszódik a Rómeó és Júlia című Shakespeare mű? Verona. Á, ide jó vagy. Ú, de gyorsan, hogy föl sem voltam erre készülve. Így van, nagyon jó vagy. De jó vagy, Williamből. Menjünk tovább? Menjünk, persze. Baseball sapkáját nincsol a második kérdés. Hány perces egy játékrész egy jégkorong mérkőzésen? Háromban, ugye? Igen.
Húha. Na hát ez egy kicsit nehéz. Hoppá, hoppá. Igen, ez a jégkorong, ez viszont nem az erősségem. Nem? Hát igen, ez meg vagy három. Milyen sportot szeretsz? Foci, kézilabda, főleg kosárlabda. Nézted tegnap a magyar válogatottat? Néztem, persze, igen, igen. Jók voltak. Jók voltak, jók voltak. Nyílik az ajtó, jön valaki, ki jött be? Hát azt mondom a főnököm, mert közben bejöttem a tárgyalóba. Mutatja vagy súgja? Aha. Semmit nem csinál. Bejött Szuper Levente. De én Szuper Levente bejött, és ő azt súgja nekem, hogy 20 perc. De mázlid van, úristen. Nagyon rendesek voltunk. Nyomott vagyok, és én lassú vagyok, és így beszélgetni van kedvem, és igazából csak úgy úszom az árral a műsor folyammal, de nem vagyok nagyon benne, mert már rég kiszórtalak volna. Csak hogy a vidáman ott beszélgetünk, közben milyen sportot szeretsz. Látod a meccset? Vártam, hogy a következő kérdés már az legyen, hogy remekzenék, Csabi. Igen. Mázni. Na mi legyen? A harmadiknál már gyorsabb leszek. Jó, legyen. Menjünk, persze. Játszunk. Most már bunkóság lenne nem bevállalni a harmadikat. Az nem volt már ez a kérdés? Sokszor volt, de egyszer se tettük fel. Mert komolyan? Nem jutottunk el idáig. Tényleg? Igen. Itt akkor a ez valami kérdés. Nehéz lesz. De. Melyik világhírű énekes zenész megformálását kapott Oscar-díjat az amerikai Jamie Foxx? Ez volt. Ezt föltettük adásba. Nem, tettük fel, nem. Nem. Igen, a Ray Charles. Ez volt. Ez feltettük. Igen. De gratulálunk a játékosunknak. Szép volt. Gyerekek, ezt egy hete megkérdeztük, vagy három napja nagyon. Kitelepülésem volt. Ezt megkérdeztük. Igen. Olyan a fejem ebben, hogy ebben veretetlen vagyok. Hát akkor hazudtam. És akkor mi? Verhetetlen vagyok. Ezt tudom, hogy ezt feltettük, ezt. Még beszéltünk a filmről is. Volt. De nem baj, hát ez nem a hát játékosunk hibája, úgyhogy szép volt. Dorci, van egy ajándékcsomagod. Köszönöm, jól indul a hetem. Jól indul a heted, jól van. Hát volt ebben némi könyörületesség is, hogy 4 perces válaszadási lehetőség, de ez ritkán van, úgyhogy te voltál most a kiválasztott. Köszönöm szépen. Köszi a játékot, puszi. Hello, ciao, ciao. Szia. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Szeretem a kedves hangú csajokat. Nagyon, és szimpatikus. Ha jó hangja van, a hang annyit számít, főleg, hogy nem látod az arcot, nem? Sokat dob egy nőt. Főleg, hogy nem látod az arcot. Nem úgy értem, hogy nem azt mondom, hogy Dorci ronda, hanem, hogy nem tudod, hogy milyen. Tehát csak a hangra figyelsz, felerősíti a hangot, nincs metakommunikáció, nincs gesztus, nincs semmi, csak egy hang. Hát ezért érdekes a rádió, hogy minden mást elképzelsz, nem? És a Dorci biztos szép, de mi még szebbre hallottuk. De igen, mert ugye? A hang kíváncsivá tesz egyébként, hogy milyen lehet ő élőben, milyen lehet az arca. Igen. Na, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival, 9:50 múlt pontosan. 6 perccel megegyeztünk akkor ebben a dalban? Csináljuk. Nézzük meg. Hát mozgassuk ki őket a komfortzónájukból kicsit magunkat, és aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Ha menni kell vokálozni, meg akkor menjünk vokálozni. Hát, Peti is örülni fog neki, végre nem paprikás krumpliról fog posztolni, hanem arról, hogy megint dolgozik. Írni kell egy dalt, megint melózik kicsit. Nincs ezzel baj. Hát. Minden, ami nem szokványos, az higgyétek el, hogy jó. Az 9:50 múlt pontosan, 6 perccel jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataiban. 3:40 lesz pontosan. 4 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Hát leginkább a francia helyzete. Beszéltünk ugye Király Viktorral, beszéltünk a magyar válogatott sikeréről, és amennyire mi megcsipkedtük a fiúkat, és hát előadtunk egy jelenetet a Hadtörténeti Múzeum után, hogy vajon ott mi történhetett. Talán lehet, hogy plusz egy százalékot ez is adott nekik, hogy nekünk is bebizonyítják, mert mi azért megcsipkedtük őket. Azt továbbra se értjük egyébként azt a sztorit. Azt nem, és ha okot adnak rá, vagy a futball a következő 5 évben okot ad rá, ugyanúgy meg fogjuk őket csipkedni, de ha dicsérni kell, dicsérünk. És erről is beszéltünk, hogy zseniálisak voltak tegnap, a Dzsudzsák is, az egész magyar válogatott fantasztikus. Büszkék vagyunk rájuk, és ha csak egy picit egy fokot tudtunk csak az ő üzemi hőmérsékletükre rátenni azzal, hogy azt mondták, hogy na nehogy már ezek állandóan beszéljenek nekünk, tudjuk, hogy nagyon sokan hallgatnak bennünket a magyar válogatottból, még azt is, hogy sokan kedvelnek bennünket. Akkor már nyert ügyünk van, de nagyon sokszor elmondtuk, hogy kiváló játszottak, és egy nagy-nagy dicséret most a magyar válogatottnak, mert tegnap, ahogy játszottak, ezt akarja az ember látni 20 vagy 30 éve. Nem? És végre sikerült. Tehát lendület volt, tűz így van. Volt, így van. Mentek előre a srácok, nem volt kérdés. Szóval ez hiányzott, és az a sok bántás, amit ők kaptak, azért az elmúlt 30 évben, erre ők okot adtak, de ha így játszottak volna, és nem biztos, hogy mindig jól, de ilyen lélekkel és ekkora szívvel,
akkor a negyedét nem kapták volna. Ez tegnap fantasztikus volt. Tehát a Gyurcsák is ott halt meg a pályán konkrétan. Az ember a végén már azon rúgott, hogy már neki is jön össze egy gól, mert annyira megérdemelni. De mondja, járjon már a Gyurcsáknak egy gól, mert megérdemelni. Nem? Befelé kellett volna már pattani a sokszor. Olyan volt, mint tényleg régen, amit te is mondtál. Így van, én az a Gyurcsi volt. Imádtam pont az ilyen típusú játékért, az ilyen megalkovás nem tűrő játékért, ha kellett védekezett, ha kellett támadott, ha kellett passzolt, a szívét lelkét kitett a gyepre, pont ezért szerződtették annak idején. Igen. Tehát azt láttad, a PSV-ből. Mindig látni akarsz a magyar válogatottnál, hogy az a 11 ember érted szaladt ki. Magukért is, de kicsit érted szaladt ki, és azt láttad, hogy most érted is hajtott a pályán. Magáért, meg a dicsőségért és az Európa-bajnokságért, de azokért, akik ott ülnek, azokért, akik baromi frusztráltak és otthon ülnek 30 éve, és kiábrándultak a magyar futballból, vagy akik csak egyszerűen sportszeretők is leültek megnézni. Hogy nemzeti hogy, válogatott igen, volt, tényleg. Hogy tegnap ők meg akartak egy picit halni azért, hogy kijussanak. És ez egyszerűen ez a szív, ez nagyon hiányzott szerintem sokszor. Na erről is beszéltük, viszont a nap legjobb pillanatait most nem ebből tettük össze, hanem egyértelműen a francia helyzetből. Már korán reggel mi boncolgattuk, hogy mi történt. Nyilván mindenki kicsit nyomott hangulatban érkezett. Aztán felhívtuk Nógrádi Györgyöt, hogy segítsen nekünk egy kicsit eligazodni, rávilágítani, hogy mi történhetett, mi történik most. És hogy mi a jövő, ugye? Mert hogy ebben az ügyben az is egy nagy kérdés, hogy hát ez szörnyű, hogy megtörtént, de hol, mikor történik legközelebb, és van-e nagy összefogás, lesz-e nemzeti összefogás és országok közötti összefogás, és mi a fene lesz egy év múlva, vagy három év múlva? Hát nehéz kérdések, megpróbáltuk megválaszolni, úgyhogy megmutatjuk ezeket a pillanatokat újra. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Sokan kérdezitek, hogy hol lehet meghallgatni a Nógrádi beszélgetés egészében, fönt a honlapunkon ott van, úgyhogy adás után néhány percre felkerül, és le tudjátok tölteni. Jó? Csabi, jó reggelt! Hello. Jó reggelt, szevasz! Emlékeztek még rám, én vagyok a srác, aki mindig jön. Hello! Hogy hiányozta, sehogy. Mindig megszólítottunk volna, csak mindig annyira megcsúszunk, és annyira rohantunk már a végén, hogy nem volt idő, de nekem az hiányzott, ez a hello Csabi, hello, kicsit köszönöm az esztergomieknek, győrieknek, csak annyira sűrű volt, hogy egyszerűen nem tudtunk, de nem felejtettünk el, nem, csak időben nem fértél csak bele. Tudod, hogy vagy ilyenkor mindig az ember abba az ujjába harap, ami a legkevésbé fáj. És hát Smokkencs izgalmas volt. Istvánné azért olyan karakterek voltak. Valóban velük nem tudtam volna versenyezni. Hát azért értett. Jó hangulatuk is. Ali Frézser. Egyébként tök jó volt. Jó hangulatuk is egy hét volt. Szerettük mi is nagyon. Meg jó, mindig jó hallgatókkal találkozni. Tényleg. Jó volt. Na. Milyen volt a hétvégét, Csabi? Hát kitöltötte az izgalom rendesen, volt, tehát így vártuk a vasárnap estét. Meg hát közben volt a srácoknak is meccsük, úgyhogy... Nyertek? Na. Három nyert meccs, kettő vesztes meccs. A böde leszorítóst tudja már a gyerek? Folytogatos böde eldobos, judódobos. Böde vagyok 100 kiló, itt nem potrázó bármikor. Eddig ez nem volt követelmény a foci meccseken, de lehet, hogy innentől kezdve ez most már én bírtam azt a mozdulatot. Az már jó, már kicsit rohadjam. Már belefér. Már legalább 10 perc a pályán volt, tehát megértem. Fölúszta magát. Kijött belőlük. Tegnap minden meg lehetett neki, bocsánat, tényleg. Szerintem tegnap sok ember, aki már 20-30 éve nem néz focit, azt mondja, hogy srácok, a tegnapi meccs alapján minden meg van bocsátva, nem? Egy komplett generáció nőtt úgy föl, hogy utálja a magyar focit, talán még közülük is, ahogy egyébként én is azt mondom, hogy srácok, a tegnapi teljesítmény után most nagyon sok minden megvan ennek a magyar válogatottnak, bocsátva, meg a magyar focinak, meg az elmúlt 20-30 évnek. Mert ahogy tegnap játszottak, Csabi, te is futballkedvelő vagy, az... A szív volt, ezt lélek volt. Én is mondtam, hogy bennem a remény soha nem hal meg, hogy majd most. És igazad lett. Én nem hittem benne, tökre nem hittem benne, ahogy egyébként sokan csak lehet, hogy nem merik kimondani, én vállalom, én rohadtul nem hittem benne. Mikor hallottam, hogy Norvégiuk, azt mondtam, hát ez itt ment el. Isteni csoda volt, de hál' Istennek. Hát persze most is mondják, hogy majd minek megyünk oda, mert majd pofozógépek leszünk. Ebben tehát már... a norvégok előtt ugyanezt mondták, hogy hát azért megesznek minket reggelire. Ebben a sztoriban már nem az enyém, hogy minek megyünk oda, ebben a sztoriban az enyém, hogy 40 év után végre újra oda megyünk. Tehát ebben inkább ez a fontos. Pofozógépnek, tehát hogy kijutottak, ez már önmagában is egy fantasztikus dolog. Egyébként meg tudomásul kell venni, hogy az egyik legdinamikusabb, vagy egyik legnépszerűbb, legmagasabb szinten játszott sportról van most jelenleg szó. Már odaérni is nagy dolog. Igen. De ha történeti múzeumban mennek újra, akkor megcsüppedjük őket, megcsüppedjük. Amellett azért nem megyünk el. Így van. Simonyi Óbester csákóját, ha kezébe fogja a böde. Morning show? Az bizony! Hello! Nem írtad alá, nem látom a nevet, ki vagy?
Laci vagyok, sziasztok. Laci, hol hallgatsz minket? Hello. Szegeden. Na, ezt írtad nekünk SMS-ben, hát látszik tényleg, hogy egy generáció már mennyire szkeptikus. A magyarok kijutnak az EB-re, Feri leszokik. Mi jöhet még? Jani kiad egy könyvet, utálom a várakat, sütiket, csöcsöket címmel. Szerettük. Lacikám, te vagy a nap hallgatója. Köszönöm, Péter. Hát igen, hogy képzeld, hogy a végén bepakoltak volna 3 gólt a norvégok, akkor lehet, hogy még a Feri is rágyújtott volna. Hát igen, néztünk, Ferivel SMS-eztünk. Én csak mondom, hogy érezzétek, hogy mennyire drukkoltam. Egy Federer Berdichet tettem félre azért, hogy megnézzem a magyar válogatottat. Nem de én a magyar válogatottat választottam tegnap. Végig néztem, és drukkoltam nekik. Tehát, hogy ostorozni kell, akkor én ostorozom őket, de ha drukkolni kell, akkor is ott vagyok. Úgyhogy még Federer Berdik ment a levesbe. Köszönjük neked. Nagyon szépen. Hát mindenkinek kell. Küldjük az ajándékcsomagot. Köszönöm szépen. Köszi, hogy minket hallgatsz. Hello. Szia. Mai occokat adjak teniszről, nem? Jó? Érdekel, hogy mi van, hol van, semmi? Senki? A fél dobjál egyet, de hogy nem, miért igen? Csak mondom, szívesen mondom, hogy ki játszik ma. Ne, most már. Döntő van Londonban. Murray Ferrers, Wawrinka Nadal. Ferrer. Ja. Az többen vannak. Murray Ferrer, az Murray, Wawrinka Nadal. Hát ez egy jó. Wawrinka Nadal. Mondd el, milyen zenék lesznek, addig gondolkodom. Az de egy necces. Megtetszett a Wawrinka név. Wawrinka. Remek zenék? Hozom nektek, igen, Shawn Mendest. Képzeljétek el, hogy egy 17 éves kanadai fiatalemberről van szó, és ez manapság valószínűleg most már egyre több embernél indul így. Vagy elmegy egy tehetségkutatóba, vagy feltesz a YouTube-ra, vagy egyéb csatornákra kedvenceket, ahogy ő énekli. És erre a srácra így figyeltek fel, hogy tök jó kis feldolgozásokat, covereket gyártott, és most már van lemeze is, Handwritten címmel megjelent az első albuma, és erről hozom a Stitches című slágert. Van valami közeljével Mendeshez? Nincs. Na, akkor nem érdekel. De érdekel. Kicsit egyirányú. Éva Mendes. Istenem, gyönyörű. Egy csöcsös, csöcsösség. Gyönyörű nő. Gyönyörű. Igen, tényleg szép. Picit alacsony, de szép. Ja, hát, jó, ne bögdössük már, mert alacsony. Én szeretem a hosszú combú napbarított 180-as nőket. Nincs bajom az alacsony nőket, de én szeretem a magas nőket. Nekem kell, hogy egy nő egy bizonyos magasságot elérjen. Ebben most megint rosszul jöttek ki, Jani, látod? Én mondom a nőket. Hát azért nem, én nőket mondtam, nem azt mondtam, hogy szeretem. De nem, miért jött volna Jani rosszul? Miért? Megérte. Azért szereted, mert kicsi vagy. Hát ki ezt hallott, ezt a megszólalást, akkor lehet, hogy a csalódás majd, hogy Balázsnak nem jön, de az én karjaimba zavarja, és talán még a nejen is elnézni. Igen. Anya, Éva Mendes! Meg kellett tennem. Na jó, Nadal, jó? Nadal. Wawrinka, Nadal inkább, jó? Ma oké, este Nadal. Murray és Nadal. Murray, Nadal. Jó? Csabi jön a kívánság műsorra, 555-55-00. Vigyázzatok magatokra, jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.